Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! This is Previously on Morning Show. Ez itt a Best of Morning Show. Na tessék, ki tudja, mit mond? Aki most elmondja egyszer hogy helyesen. Senki nem tudja elmondani. Mit mond, Feri? Minek a múzi zsazamás. Tessék, mit mond? Iminiko mananarei. Persze, iminimi, szeminimi, jubatua minimi. Na, hogy már. Iminiko manamiko. Ja, nem az. Na, mennyivel jobb? Ininiko mananiko ananekare. Valami ilyesmit mond, nem? Ez már egyébként egészen hasonlított. Nem ezt mondja? Ininiko Ininiko ananiko amanakare. Nem valami ilyesmit mond? A mananare az biztos benne van. Nem ezt mondja? Meg az aniko is. Na. Iniko mananiko mananere manano. Jó, ezt már SMS-be kaptam. De gyerekek, ez hogy szült? Ez csak ült, ezt egyszer felmondta, és aztán megtanulta? Vagy nem, valószínűleg megnézett valami ilyen japán filmet, ami nem volt szinkronizálva, és abból sikerült. Ilyen egyetlen japán filmre sincsen felé, hogy Iniko mananaki mananiko re. De. Mi? Ez jelent valamit japánul? Persze. Hagyjál már. Googli? Azt mondja, hogy így fonetikusan? Akarjátok tudni, mit mond? Na. Itt van előttem. Iniko mana niko. Aha, tehát a niko. Ma nana erej. Aha. Erej. Aha. Ezt mondjuk már a Noel is elmondja. A niko az egy név. In niko. És ez jelent valamit? Ez én vagyok niko. Dehogy is. Inikő. Enikő. Inikő. Vagy inikől, vagy enikő. És ez mit jelent? És ez jelentett valamit valamikor? Nem mond már. De. Mit jelentett? Azt mondta, hogy ez az első slágerem, nagyon várom már a jogdíjakat, amit az Artis Jus fog nekem utalni, ha egyáltalán bejelentem. Minden szecsuáni nyelvjárásban, persze. De ennek semmi értelme, gyerekek. Viszont szeretem, csak kíváncsi lettem, hogy ez hogy szült. Ezt mondja. Iniko mananiku mananana rej. Ezt mondja, vagy valami ilyesmi. Ha, manana erej. Manana erej. Ereje. Ez kamu, vagy valamit ez jelent? Biztos, hogy jelent valamit. Jelent szerintem valami? A mester üzenni akart valamit, tehát úgy kamu, hogy ez nem japó szöveg. Ja, valami japó. Van mögötte. Hogy örülhetnek a japán? Japán szöveg, ahogy valami van mögötte. Hogy valami van mögötte, ennek van egy rejtett ez jelentése, titkos, amit nem tudunk, dolog. És ezen üzent. Hát igen, mert azért Kozsó mégiscsak a magyar popzene Leonardo da Vinci-e. Én azt gondolom, hogy... Hát, most azért picit erősen fogalmaztál, de így van. Vagy mégsem, már nyilvánok gondolok, lehet, hogy ez egy picit csak volt, de hogy szerintem biztos, tehát hogy ő csak egy ilyen kamu halandzsadumát nem rakott volna be a szövegbe. Szerintem ő összerakta, hogyha nem is tud japánul, akkor is mondjuk egy szótár segítségével összerakott egy japánnak tűnő szöveget, ha nem gondolta azt véletlenül, hogy a szamurájuk azok kínaiak. Nem tudom, hogy nem, ez nem kínaiul van, mert azt hitte, hogy kínaiak. Igen. Úgyhogy szerintem biztos, hogy van ennek. A legdurvább, hogy ebben a dalban egyébként az is benne van, hogy hiszi a piszi, aki elhiszi. És azért az gyerekek, hogy erre tömegek táncoltak 1995-ben egy olyan dal, amiben az van benne, hogy mi volt, hiszi a piszi, aki elhiszi. Előtte volt egy... Nagy az, aki nagy, aki kicsi, az kicsi. Nagy az, aki nagy, aki kicsi, aki kicsi, hiszi a piszi, aki elhiszi. Jól összezavarta a kedves hallgatók. De komolyan mondom, én ezt nagyon szeretem. Ezt nagyon szeretem. Na tessék, Google Translate, üssétek be. Iniko? Vagy valaki tud japánul, csörögjön már fel bennünket. 555-55-00, csak van egy olyan hallgatónk, aki beszél japánul, hogy ez mit jelent? Mit akart nekünk ezzel már 1995-ben a mester üzenni? Egy japán ajkú hallgatónk, jó? Te mindig csak mond a szöveget, Feri, hogy tudják azok, akik nem ismerik. Helyesen, mond még egyszer? Odaig tudom, hogy Iniko. Figyelj, mindjárt megtalál, igen. Iniko mananiko manana erej. Iniko mananiko manana erej. Ez a szöveg. Iniko manana ki kifut a tej. Ja. Ne! Benne van tényleg? Hiszi a biszi, aki elhiszi. Utána én ezt elhiszem. Ez most a Translate-ben ugye van egy ilyen funkció is, hogy amikor te azt beírod, akkor ő azt felismeri. Tehát van egy ilyen nyelvfelismerés. Uh-huh. Na, ez nem funkció, működik. Ez most itt nem jött össze. De írj be japán betűkkel. Hát most nem tudod japán betűkkel beírni. Jó. Hát,
Hát, ja, hát dehogy ne, hogy ne tudnám már. Szánalmas hát, vagy. Hát miért ezt mondod? Egy japán hát, betűkkel írt, hát elég hülyek, hülyet csinálok itt magamból. Hát miért nem japán? Na, írom, oké, beírom hát, akkor. Klaviatúra. Mik is ezek a kanjik, amiket, ja igen, meg is van. Ne úgy írd, hogy mi írnak. Hát természetesen, hogy japán betűkkel kell beírnia. Ne legyél azért ennyire iskolázatlan, hogy nem japán betűkkel írod be, írd be. Azt írja, hogy hallgatok, gyerekek, japán szakos vagyok, ez eltén, higgyétek el, semmit nem jelent. Hívjuk föl annak. Azonnal hívjuk föl, tegyük adásba, megfejtetjük vele, hogy ez valóban mit jelent. Elsőre lehet, hogy nem jelent semmit. Mi van, ha ez... De! Mi van? Mi van? Hát, hallod? Figyelj, beírtam azt, hogy japán nyelvfelismerés, és a keresési javaslatra kiadott nekem egy szomorú szamuráj dalszöveget. Nem, egy ázsiai szöveg. Mutatom, basszus, nézd. Tehát azt már beírtam, ugye fonetikusan ezt az inniko manna niko manna erejt. Igen. Erre a keresési javaslatra kiadott itt alul egy ázsiai szöveg. Na hát, na, és, igen, és? Na figyelj, rákattintok, és vannak benne értelmezhető betűk. Magyar szöveg. Értelmezhető betűk. Van, tenni, ilyen, például, között egy. Aha. Aztán. Mit akart ezzel van üzenni a mester? Van tenni, például, mindközött egy. Hát nem érzitek a mélységét? Van mindközött egy. Hát magassága nincs, az biztos. csak mélysége van. Gyerekek, valaki, aki japánul tud, telefonáljon már nekünk. Jó? De fejtsük már meg, hogy lehet, hogy gyerekek, a Kozsó már egy ilyen kis haiku formájában már 95-ben valami olyan olyan mögöttes jelentés tartalommal ruházta fel a saját dalszövegét, hogy a szabad kőművesek értik csak, az illuminátusok, mi pedig hülyén állunk itt lassan 20 éve a dalszövegét, és nem tudjuk, hogy Kozsó ezzel nekünk üzen. Hogy mit üvöltött bele Bétót László a péntek este éjszakába, a Petőfi csarnokba, amikor együtt kiabált, és lássam a kezeket, és most mindannyian egyszerre, hogy inniko mananiko manana. Erre. Mert az, a mi kicsit balga, alulművelt szemünket, hogy ilyen szépen képzavarral ilyen kiszúrta az, hogy hiszi a piszi, aki elhiszi. Ugye? Az a terelés? Az a terelés, de közben azért ő belerakott egy ilyen mélyebb jelentéstartalmú szöveget, ami esetleg akár még jelenthet is valamit. Hát ez a sok közül te vagy az egy. Hát azt mondja, hogy mind között egy. Ugye? Nem ezt fordítottad le az előbb? Mind egy nem figyeltél fel. Között. Van tenni. Ilyen például között egy. Na. Kozsó azt mondta egy riportban, figyeljetek, hogy ősi szamuráj mondóka. Aha. Története. A kisfiú elmegy egy tóhoz, amikor a korsót bele akarja meríteni, arrébb megy, aztán az apja megtanítja, hogy minden többször kell megpróbálni a siker érdekében. Ez egy mondatban benne van? Igen. A kisfiú, aki elmegy a tóhoz, belemeríti a korsót, de az apja azt mondja, hogy többször meríts bele, mert akkor sikerélményed lesz. Ez az inniko mananiko manana erej. Ez ezt jelenti. De egyszer, ha merítesz, nem tudod megmeríteni? Vagy miért kell többször meríteni? Lukas, akkor addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik. Na. Aha, de nem tört el, és nem kút, hanem tó. Ja, tó, és nem addig tört el, jár a korsó a tóra, értel. Amíg nem törik el. Így van, és hogy az idős szamuráj tanította a fiatal szamurájt, hogy többször kell próbálkozni, még ha elsőre fáj is egy kicsit. A japán fordítás azt jelenti, tudok japánul, írja Péter, vedd meg a CD-met, jó gazdag leszek. Na, itt van velünk Nimród, aki tolmács. Hello Nimród, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Te japán tolmács vagy, ugye? Igen, japán nyelvoktatással és tolmácsolással is foglalkozom. Konnichiwa Nagasaki-ja. Mióta? Mióta csinálod? Hát egy 8 éve foglalkozok ezzel. Annyi szép, mondjuk szép a japán nyelv, de hogy miért választottad ezt? Mert hiány szakma. Hát én először harcművészetekkel kezdtem foglalkozni, egyszerűen beleszerettem a kultúrába, aztán japán feleségem is van, itt a családban is japánul beszélünk, úgyhogy valahogy magával ragadta ez a dolog. Japánul beszéltek a családban, és japán feleséged van, tényleg? Ez milyen érdekes. Így van. Kintről igen. Hoztad bőrönben, vagy itt ismerkedtél meg vele? Hát jött utánam, azt mondta, hogy követ a világ végére is. Úgyhogy így alakult. Nagyszerű. Mert én kint éltem Japánban, ott ismerkedtünk meg, és akkor jött velünk. És már jöttél volna haza, hagyjál már! Ha miért nem mész? És gyerekek is vannak? Igen, van 2 kisgyerekünk. És akkor nyilván ők is már magyarul és japánul is beszélnek. Így van, így van. Itthon ők is, az édesanyjuk a japánul, velem pedig magyarul beszélnek. Hát a kicsi, ő még csak 1 éves, ő nem, de a nagyobbik, a kisfiunk, 6 éves, ő már nagyon jól nyomja a japánt. És eszik pálcikával, eszik villával? Persze, mindkét. Szeretne a katanával. Igen, használja a szamurájkardot. Igen. Na, figyelj ide, hát van ez a Kozsó dal. Biztonság kedvéért meghallgattuk, a feleségem is megnézte, hogy mondom én, hogy nem értek belőle egy munkot se, hát hogyha ő, aki japán, azért csak, de egyértelmű, hogy semmi értelme nincs a szövegnek. Ne, tehát... se, az egy darab szó nincs benne, ami legalább japán lenne?
A két sor végén találtunk a Ray, ugye az első sor Ray-re végződik, a második meg Kohé. Ennek éppen van értelmük, de nem áll össze semmi értelmes mondat. A Ray az azt jelenti, hogy példa, vagy példát jelent leggyakrabban, igen, a Kohé pedig meg ilyen kis katona, tehát a legalacsonyabb rangú katona. Ennek így van értelme, de az összes többi szónak semmi értelme, tehát nem is lehetséges, hogy a japán nyelv szabályai szerint, ugye szótagról van szó, szótagírásban használják a nyelvet, tehát az a lényeg, hogy két másról hangzó egymás után nem lehet. És az a két sor teli van. Tehát még egy japánnak tűnő szövegnek se felel meg. Igen, nem is tűnik japánnak. Simán lehet, inkább hogy, németnek mondanám. Hogy a dalszövegírás is úgy történt, ahogy sok klasszikus pop meg rockdal esetében, és stúdióban még hiányzott belőle két sor, csak a léten a Kozsó egy nap előtte látta az Öld meg a Shogun című klasszikust, és erre emlékezett, erre a két szóra. A többit meg így mellé költötte. Igen, igen, ez elképzelhető. A párod egyébként megtanult magyarul? Tehát ő beszél? Hát nem igazán, nem igazán. De úgy... Legalább annyira lehet egy japánnak megtanulni, annyira nehéz lehet megtanulni magyarul, mint nekünk megtanulni japánul, nem? Tehát mind a két nyelv szerintem nem, nagyon nehéz. Sokkal nehezebb. Nekik sokkal nehezebb megtanulni a kiejtés miatt. Nekünk a japán nyelv kiejtésével nincsen gond, tehát az kapásból megy. Eleve nálunk ugye 5 magánhangzó van, vagyis a japán nyelvben 5 magánhangzó van csak, a magyar nyelvben meg 13, egyszer megszámoltam, úgyhogy majdnem 3-szor akkora a hang készítünk, mint a japánoknak. Nekik fordítva nehéz tágítani, nekünk egy leegyszerűsített nyelv ilyen szempontból a japán. És van még olyan, hogy esetleg így nem értitek egymást, mint hogy mondod neki, hogy szívvel 2 hét után már azért elmosogathatnál. Még mindig nem érteni nyelvet. Hát, így persze, ilyen vicc-szinten ez. De nagyon nehéz volt neki asszimilálódni, hát azért a magyar kultúra nagyon más, mint a japán kultúra, tehát nem más hagyományokra épül, nem? Ez hát az nagyon más lehet. Nem, nem könnyű, de mikor kérdezem, hogy mi az előnye Magyarországnak, mondja, hogy földrengések nincsenek, annak ugye nagyon örül, meg hogy vannak ezek a kabócák, a szimi, ő azokat nagyon utálta, és hogy azok sincsenek, tehát sokszor nem tudunk a rejtett értékeinkről, hogy ezeknek nagyon örül. Hát, amíg mészárolják a bálnákat, én nem tudom őket megszeretni. Komolyan mondom. Tehát ha ezt egyszer abba hagyják, és azt mondják, hogy gyerekek, nem ölünk többet, akkor tudományos kutatás. Tudományos kutatás, én mindig végignézem ezeket a Sea Shepherd, hogy próbálják megakadályozni. Régen nagyon sok részt megnéztem. Hát egyszerűen addig megszerethetetlenek, idézőjelesen. Nem, nyilván kis túlzással, persze nem japán hétköznapi emberre gondolok, de amit csinálnak, az elképesztő. Még mindig. És az ember nem érti, hogy ennek mi értelme van. Most azt mondják, hogy tudományos célral, aztán felfüggesztik, újra mészárolják őket. Ez egy nagyon nem szép dolog tőlük, vagy kevésbé szerethető. Ezt én is így látom, nekem se szimpatikus ez a része, de azt tudni kell, hogy nagyon kismértékű dolog ez. Tehát a japánok 99%-a nem evett bálnahúst. Tehát a feleségem se soha életében nem evett. De létezik egy ilyen kis De akkor csoport. Kinek csinálják? Vagy kinek vágják le? Hát azt mondják, hogy a bálnahús fogyasztás Japánban, mint a 60% a japán lakosságnak eszik bálnahúst. Közben egyébként tényleg évről évre csökken azt olvasni, de mégis mészárolják őket. A feleséged nem jött így haza egyszer, hogy kóstoljuk meg az aranyhalhúst? Közben meg... Nem, ilyen ötlete nem volt. Viszont... Nem, ők viszont azon vannak kiakadva, hogy mi magyarok, hogy tudjuk megenni a nyuszit, amilyen aranyos kis állatka, kis szőrmag. Fokhagymával szoktuk mit csinálni. Ezt nem tudják feldolgozni. Igen, náluk, igen, ez ilyen nagy dolognak számít, hogy mi eszünk nyulat például? Igen, igen, ők ezt a nyulat, meg hogy hallják, hogy van, aki eszik lovat is. Tehát kb. Annyira elterjedt a Japánban a bálnevés, mint nálunk mondjuk a nyúl vagy a lóhús, ilyen extrém dolog. Tehát van, aki eszi, de hát... Van is náluk egy csoport, a Bunny Shepherd, ami azt a célt tűzt ki hogy megvédi a nyulakat. Hát ezt komolyan. Viszont nincs különbség egyébként, de tényleg abban az ember igazad van, nem? Tehát most mi a nyulaka ugyanolyan, ebből a szempontból ugyanolyan barbár hát az dolog. Arra tenyészteti jószág, annyi különbség igen, azért van. Annyi, az, igen, azért az a bálna nem szólt. Igen, tehát hogy a bálna populáció viszont vészesen jó, csökken. Jó, mondd ezt a mezei nyulaknak, akik szerintem nem arra vannak tenyésztve. De igen, értesd meg ezt egy állattal, hogy ja, most a tenyésztettek, azok tenyésztve vannak, ebbe igazad. Azt arra tenyésztik, érted? A mezei nyúl meg szerintem annyi van, mint a csillag az égen, bálna meg kevés. Te sokat vagy kint Japánban egyébként?
Nimrod? Hát mostanában nehezebben jutok ki, de idén is tervezünk kimenni. Igen, sok furcsaság van ott, nem? A bugyi automatáktól kezdve a tini lányokról lerángatott használt bugyi megvásárlásáig. Most nyilván nagyon felszínesen mondom én ezt a japán kultúrát. Leszűkítve a japán kultúrát, de azért egy európai ember számára sok furcsaságot látni ott, nem? Igen, ez egyértelmű. Igen. Neked mi volt a legfurcsább, amivel találkoztál? Hát nekem negatív értelemben nem volt furcsa dolog, tehát én lehet, hogy biztos elfogult vagyok, mert mindig jó szemszögből látom őket, de én csak pozitív irányba csalódtam mindig. De a legnagyobb ilyen kulturális sok, ezt hallom sok tanítványunk is, aki kijut Japánba, hogy elképesztően diplomatikusan, kedvesen bánnak az emberrel. Hogy például a rendőr is, hogyha bevisz a rendőről se, hogy elkövet valami bűncselekményt, akkor megkínálnak étellel, megkérdezik, hogy miben segíthetnek, annyira alkalmazkodóak, még ők kérnek elnézést sokszor. De hogy kirabolsz elnézést, egy bankot, elkapnak, bevisznek, és azt mondják, hogy mit parancsol, miben tudok segíteni? Hát olyan esetről hallottam, hogy volt, aki csalt, hogy vonatjegyet, rossz jegyet vett direkt, a legkisebb távra vette meg, és a legnagyobb távon utazott. És erre a rendőrök bevitték, és megkérdezték a végén, úgy, hogy megkínálták étellel, mondták, hogy aznak a kaja rá nem kellett költeniük, stb. És a végén megkérdezték, hogy abban kiegyezhetnénk-e, az úgy jó-e, hogy mi azt vállaljuk, hogy véletlenül rossz jegyet adtunk önöknek, elnézést kérünk ezért, bocsánat, és visszavisszük önöket oda, hova szerettek volna menni ingyen, hogy ez így jó-e önöknek. Ki akarok költözni? Tehát kávé ez a hozzáállások. Én minden nap át akarok élni ilyen kulturális sokkot. Igen, vagy például a rendőröknek kötelező bizonyos mennyiségű pénzösszeget adni, ha kérsz kölcsön tőle, mondod, hogy például nincs, elhagytad a pénztárcádat, haza szeretnél menni, a metróra adjanak jegyet, természetes, hogy adnak kölcsön, elkísérnek, segítenek. Igen, mert visszaadják, tudod, valószínűleg ez van, hogyha te japánként kölcsön kérsz valakitől pénzt, akkor az az első, hogy ezt másnap vissza fogod vinni. Az utcán ott megállítasz valakit, adják kölcsön. Szerintem adnak. Mert elveszítheted a pénztárcádat. Igen, tehát ott nem az van, hogy nyilván elveszítetted, kis menjél már innen. Eszébe se jut, hogy hazudik. Így nem? Van. Tehát így van, és másnak vissza fogja hozni. Én ezt hazafelé kipróbálom. Ez engem is nagyon megdöbbentett. Például áruházak előtt van olyan, hogy ingyen elvihető esernyő, tehát hogyha esik az eső, ott van az esernyő, hogy elvigyed, csak hozd vissza, légy szíves. Uh-huh. És láttam olyat, hogy megy ki egy japán zuhogó esőbe, és nem viszi az esernyőt. Mondom a feleségemnek, hogy ez miért van? Hát ott van az esernyő, csak elvinni. Azt mondta, hogy valószínűleg aznap nem tudja visszahozni, ezért inkább bőrigázik, mert a lelkiismerete nem engedi, hogy elvigyed. Itt mi lenne, kirakna 10 darab esernyőt? Egy ember vinné el. Ezt láttál az esernyőt? Így átölelve vinné az egészet. Egy méterrel arrébb, 500 forint az esernyő. 500-300 esernyőt, kirakná 10 darab esernyőt, csak ezt láttál. És kész. És soha többet nem lenne az áruháznak egy darab esernyő, és semmi. Igen, és a sarkon már árulnánk. Hát picit más a mentalitás azért ezt így halva. Igen. Érdekes. Jól van, köszönjük szépen, hogy segítettél nekünk. Nagyon szívesen, én is köszönöm. Köszönjük, ciao, jó munkát neked, hello. Best of Morning Show, a Morning Show legjobb pillanatai. Jaj, hol voltam péntek este, még nem is meséltem. Csak nem buli, csak nem parti, csak nem. Nem, most nem, mostanában nem, mióta rosszul alszom a gyerek miatt, azóta azért az esti dajdajozások kicsit kimaradnak, meg 9 órakor már zombi vagyok. Nem, voltatok ilyen szabaduló szobában, ahonnan ki kell szabadulni? Nem. Anna, hogy üvölt, igen! Ja, hát szabaduló szoba, több cég csinálja, tehát nem reklám, mert 6000-en csinálják már egyébként Magyarországon. Amikor 40 négyzetméterrel laktunk, én mindig ezt éreztem. Hogy már mennék, de nincs kulcs, mi? Berakna, egy baráti társasággal voltunk, beraknak titeket egy szobába, és az a lényeg, hogy egy óra alatt kell kijönnöd a szobából úgy, hogy kérhetsz X mennyiségben segítséget, négyen vagytok, és különböző logikai feladatok alapján kell A-ból, B-be, B-ből, C-be eljutnod, míg a végén egyébként meg nem szerzed a kódot, vagy a széfnek a kódját, ami megmondja, hogy mit kell beütnöd az ajtón, hogy kinyíljon az ajtó. Szép kód, az ismerős. Szép kód, igen. Mi egy klasszik börtönből kellett, hogy kiszabaduljunk, egy olyan börtönből, ami egy cellában vagy, fönt van 12 rabnak az arca a falon, mindenféle jelek, elemlámpát kell találni, be kell menni az alagútba, ki kell nyitni az ajtót, csajpószterek között, kampóra kell akasztani a kis... Csajpóz. Csajpózok van, igen. És szenzációs, én nem játszottam még ilyet. Egyébként soha nem voltam. Négyen voltunk bent a szobában, nem sikerült kiszabadulnunk, tehát benn maradtunk. Mennyi van? 60 perc van? 60 percet van, hogy kiszabaduljál, és a játék lényege, hogy eljutsz-e a végéig. 1-től 8-ig lehet, vagy 1-től 10-ig lehet nehézségi szintet választani, mi egy 8-as szintet választottunk, de egészen sokáig jutottunk. A legnagyobb kérdés, hogy van-e pánikgomb? Mert mi van, hogyha 30 percnél valamelyik kötök bepánikol? Hát te milyen buligyilkos vagy. Hát
de... ebből hát most jön, hogy mi van, valaki bepánikol. Hát miért pánikolná be? Azért, mert négyen vagytok egy zárt helyen, és ott? Megy az időd, és nem tudsz kijönni. És ott egyszer csak elfogad... Feri, ne zsibbassz el. De Jani, de nem. Mi fog el egy 40 négyzetméteres szobába, ahol egyébként kint van az operátor, aki nézi a monitor, van-e pánik? Mi ez a tatás hozzáállás? Az milyen tatás? És ha jönnek a zombik és elviszik az operátort, ez nem, ez egy börtöncella volt, itt zombik nem jönnek. Képzeld el, hogy voltunk egy ilyen menekülő szemben, baromi jó a dolog egyébként. Te nagyon élveznéd, a tatterek szerintem egyébként nem, te nagyon élveznéd, és azért, hogy logikai feladatok alapján kell kijutnod. Jó. Egyébként most te is megkérdezed, hogy van-e pánik gomb, akkor tényleg el sem magam, kérdezem meg. Azért. Nem hát de most meg. De ez fontos. Nem. Micsoda? Be, és ha beragadtok. Van-e vérnyomás mérő, meg a dialízise, mert ott meg tudják csinálni. És, nem volt pánik gomb. Nem, eszembe se jutott, hogy van-e pánik gomb. Nem tudom, hogy volt. Nagyon klassz. Ki kell jutnod, te biztos, hogy élvezni. Hány feladatot sikerült megoldani? Azt hiszem, nem tudom hány feladat volt, 10 feladat, a 8-9-nél véreztünk el, ez egy matematikai feladat volt, a falra rakott ilyen matematikai egyenletek alapján kellett volna kinyitnunk a széfet, az elmaradt. Na itt volna, Feri, hogyha nem nyomtam volna meg a 12 perc után a pánikgombot. Igen, ha bemennél menni, de hát te ugye tudjuk, hogy nincs pánikgomb, akkor nem menni. Nem biztonságos. Szóval, hogy jó, de nagyon izgalmas volt. Állítólag vannak belőle különböző olyan nagyon típusú feladatok, és mit tudom én, van horror. Van benne ilyen sportosabb, van porno. Benne... Porno. Igen. Igen? Nem akarnék kijutni. Még egy órát. Én teszem le a pénzt, nem tudom, hogy láttuk el. A kamera most lát, ugye? Igen. Előre fizetek, kártyával fizetek. Még egy órát. Csak most inkább én lennék a nő. Még egy órát hadd maradjam. Ugye valamelyiken kiszabaduló szoba tulajdonosa vitte ki ezt Ausztráliába, vagy alkotta meg, és brutálisan megy. Neki hármat csinált, és sorok állnak. Állítólag magyar találmány. Azt nem tudom. Azt nem tudom. És egy elromlott elzetzár adta az ötlet. Az a jó egyébként, hogy be kellett menni egy ilyen börtönszobába, és valamire rá van írva, hogy danger, le van ragasztva, ahhoz elvileg nem kell hozzányúlnod. Tehát mit tudom én, hosszabbító, konnektor, hogy azt ne kezd el babrálni, az nem a játék lényege, ne gondold azt, hogy ez is a feladvány. És persze nyilván mi azonnal, hogy a játék hevében fél óra volt már csak, egy ilyen csatorna fedélre, mint tényleg egy ilyen aknában rá volt írva, hogy danger. Uh-huh. És annyira beleéled magad a játékba, hogy nem tudsz kijutni, hogy már emeltük fel a csatornát, sorsoltuk ki, hogy ki fog lemászni, tudod, és lent, hát ott úszott a fekad, mondom, azért az meleg, hogy ide rejtik. Hogy megcsinálnád? Hogy megcsinálnád? Mennyire életünk, amiket te vászol, te vászol, tő, papi, róló, akkor indulhatsz. Fogd be az orrad, nehogy belemenjen a kulat. Konkrétan úszott egy brutál méretű. Hát mondom, azért ez picit túléletűnek tűnik, de hát le kell menni, le kell menni. Ez a kis... profi, tiszta Hollywood. Ki az a Spielberg? Ne is fele velünk! Majd talán a Viki észrevette, hogy egy ilyen 4 centis danger felirat danger van az aknának a tetején. 800 kiló az akna, hogy oda nem ásszunk le. De nagyon jó. Kamu konnektor, nyújj bele! Biztos belül van a megfejtés. Nézd, hogy eljátszak, hogy rázzal várat. Istenem, úgy csinál, mintha megállt volna a szíve. Pedig nem. Micsoda játék, micsoda pillanatok. Na mindegy, szóval majdnem oda is levásztunk, de nem kell. Nem kell, és a játék lényeg annyi volt, hogy az egyik női póster a börtön fülkében az elmegy balra. Erika Elenyák elmegy balra, és mögötte van a titkos ajtó. Ott még be kell másznod a titkos ajtón, és úgy tudsz bejutni a széfig, amit már egyébként nem sikerült kérni. Úgyhogy jó, tényleg próbáljátok majd ki. Csapatépítőket is szerveznek oda, csak mondom. Hogy mi menjünk-e hárman? De nagy galamb lesz. Egy bácsi valaki, hol a pánik? Megkérdezzük, csak ez óvatosság. Menjünk el most a meg aki fölsimulna egyébként, fölsimulna az óriás plakát. Ez van, ez van. Ez van. Én csak ezt felem, van-e pánik? Maradj vele, mi meg egyedül 5 gallon, 3 gallon. Hogy lesz abból 4 gallon? Jó, beleöntjük az 5 gallon, most a 3 gallon. Ilyen rossz, hagyjad már. Ez csak a kezdő feladat. Volt. Ez csak a kezdő feladat volt, hogy egy 5 literes, meg egy 3 literes hordóból öntsél bele úgy, hogy 4 liter legyen, azt rá kell tenned egy mérlegre, az csak bekapcsol egy kapcsolót, és onnan indul aztán egy csomó minden. De hát veletek pánik szobába. Pánik gomb. Ugorjunk. Hol a pánik gomb? Engedjenek ki, bekakiltam. Bocsánat, nyissák ki a Feri kicsit, ha izgalomba jön, akkor már nem úgy állnak a szíveringek, mint régen. Engedjék ki, legyenek szívesek. Nekem csak zsebkendőt dobjatok be. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Szerintem ti is olvastátok a következő hír. Bivaj erős, negyedik generációs elektromos sokkolót szerzett be az országgyűlési őrs.
emberség. Atya úristen! Hát azért beszéljünk erről egy picit. Megfékezni a voltállatokat. Számomra teljesen fura a dolog. Azt mondják egyébként, hogy egy európai trendet követnek ezzel, és fel kell szerelni. Hát az ukrán trendet. Mert ott van szükség ilyen eszközökre. De hogy már egyébként máshol is felszerelik a parlamentben az őrséget, vagy az őröket. Ők ugye egyébként a rendőrség állományából válnak ki, tehát ugyanúgy hordhatnak egy csomó mindent, lehet náluk sokkoló is. De hát azért a negyedik generációs elektromos sokkoló, azért ez egy érdekes dolog. Nézzük, hogy ők kit védenek, vagy mit csinálnak. Minek kell nekik sokkoló, mondjuk a parlamenten belülre? A parlamenten kívül érthető. Fura. De nem ott kapják, hát ezért jó a felvetés, mert nem a külső kapunál lesz egy ilyen sokkoló. Hát őrzik, őrzik az épületet is, kívül, belülök, sok mindent csinálnak egyébként, több feladatuk is van. Kívül is őrzik, belül is vannak, épületet is őriznek, házelnökre ők vigyáznak, bizottsági üléseken felügyelik a rendet. De mondjuk nézzük a bizottsági ülést. Aha. Elképzelhető, hogy az azért kell, hogy ott ketten ott finoman összeverekednek, és akkor jön... Valaki fellépi, vagy túllépi a felszólalásnak az idejét? Lejárt! Jelzem a képviselő úrnak, hogy még 10 másodperce van hátra, 8, 7, 6, 5, 4. És abban a pillanatban nagyon megvágják. Igen, ők tényleg sok mindent csinálnak egyébként, hát az ukrán... Az őrök. Ja, az őrök, igen. Az őrök, akik kaptak most sokkolót. De hogy például az ukrán parlamentben a képviselők összevesztek a büfében azon, hogy ki legyen az utolsó kókuszgolyó. Gondold el, milyen a morál? Azon vesztek össze az ukrán képviselők, hogy ki legyen az utolsó kókuszgolyó, és brutális verekedés lett belőle. Ez nálunk is ugye egy előfordulata a parlamenti büfé. Most képzeljétek el, amikor bemennek így egymás után, így ketten is, ráadásul nem is ugyanabban a padsorban ülnek. És a tét nem más, mint egy citromos minyon. És az utolsó citromos minyon. Azért. Én megnéztem ezt, hogy mit tud ez a sokkoló, gyerekek, ez dermesztő. Na mi kéne, ha volna? Az a citromos, hogy az nekem is. Ugye, azért azt tisztázzuk, hogy nem a képviselőknél lesz, tehát ha ők össze is verekednének, akkor jönnek majd az őrök, és rendet tesznek. Ők egyébként a bizottsági ülésen nem használhatják képviselőkre. Tehát ott szerintem ez őket megnyugtatja. Tehát ott ők kivezettethetnek, vagy kivezetik az illetőt, de mondjuk, ha valaki ott bunyózik valakivel, egyébként ez a magyar parlamentben azért hál' Isten nem fordul elő, akkor ott nincs szó arról, hogy az országgyűlési őrség tagjai egyszerűen megsokkolják az illetőt. Igen, tehát nem kell féljük a retorziókra, nem kell ilyen riadtan körbenézniük, mielőtt mondjuk a képviselő úr válaszol az államtitkár úr felvetését, és előtt egy... Megnéztem ilyen videókat, ez nagyon durva. Tehát ez durva. 50 ezer volttal vág meg, 6-7 méter, 6-7 méter távolságból. Van olyan, ami két tűt szúr beléd, hát nem ráz a röhögés, illetve ráz, hát de nem a röhögés, amikor azért ez így megvág. Tehát, hogy úgy én, ha összevesznék ott egy őrrel, inkább elnézést kérnék. Ez nem szórakoztató. Ez nagyon durva, nagyon sok felvétel van a YouTube-on egyébként. De eldőlsz, és úgy maradsz, vagy mit csinál, mi a hatás? Eldőlsz, nem tudsz megmozdulni, tehát kvázi tulajdonképpen, hát véged van. Aha. Összeesel, rángatózol, és semmit nem tudsz csinálni, és sokkol. Átmész egy ilyen obeliszkbe, abban a pillanatban, hogy megkapod a töltést, abban a pillanatban te a töltés. Így mereven, gyakorlatilag minden egyes testrészed kiegyenesedik. Nagyon nem minden. Oda nem megy. Hála Istennek, és aztán pedig egyszerűen eldőlsz. De kell ez egyébként az őrségnek? Hát bántani akarja valaki belül a képviselőket? Hát belül azért ez nem jellemző. Az hogy előbb vázoltam, hogy egy citromos minyonról van szó az utolsóról, érted? Ezek valami bivajerős dolgok. Na mindjárt megkérdezünk valakit, aki ért hozzá, Vas Gábort, a Kaliber magazin főszerkesztőjét. Hello Gábor, jó reggelt! Jó reggelt! Ezek valóban bivajerős negyedik generációs sokkolók? Ezeket így hívják? Igen, ez egy rendkívül hatékony elektromos kilóvő sokkoló eszköz, és most már több mint 800 ezer darab ilyet adtak el szerte a világban, és több mint 100 országban használnak ilyet. Tehát ez csak így Magyarországon egy ilyen újdonság. Aha. Mit csinálok én, ha engem ezzel meglőnek? Hát ordítani fogsz, és eldőlsz. Ugyanis itt olyan áramimpulzust küld az emberbe, amitől ezek a nagyobb mozgató izmok szinte megbénulnak, és az ember nem nagyon tud talpon maradni, plusz borzasztóan fáj. Nagyon fontos kérdés, hogy ilyenkor a záróizmok összehúzódnak, vagy kitágulnak. Azok csak nem a méltóságok miatt. Igen, bár van, akinél igen, de... Ha készülök megtámadni Kövér Lászlót, bepelenkázom és saját magam, erre gondol a Jani, hogy felkészüljek-e arra, hogy utána méltatlan állapotba távolítanak el majd a parlamentet. Amikor kicsit távadólag odalép egy képviselőtársához, Balázs, és megkérdezi, hogy na mi kéne, ha volna Gábor? Jó, igen.
Beteg. Mi kéne abban a Gábor? Így van. Mondjad, Gábor, mert hogy te is tehát, Gábor vagy. Én nem az a Gábor vagyok. Nem. Tehát itt amint elengedik a gombot, tehát amint megszűnik a feszültség, a fájdalom is alábbfagy. Tehát ez ilyen szempontból nagyon jó szabályozható az eszköz. Tehát hogyha lefújunk valakit egy gáspővel, vagy ahogy mondjuk te arcról lőtted gázpistolyjal a Janit, az ugye utána még több 10 percig vényog. Igen, ez a Wunder, a méltán nagyon népszerű, híres és sokat megjelent Wunder sömben. Egyébként... És itt amint elengedik a gombot, az illető utána, tehát ha nagyon hamar rendbe jön. Eszméleténél van? Vagy elájul? Nem veszi az eszméletét. Én láttam így embert lesokkolni, ilyen tézerrel, utána gyakorlatilag fölsegítik a földről, hát meg van ijedve, meg azért zsibbad, meg ilyesmi, de nincs maradandó probléma. Tehát... Ez egy nagyon hasznos rendvédelmi eszköz, tehát hogyha nem démonizálni akarjuk, akkor ez egy relatíve humánus dolog, hiszen azokat az embereket, akiket ezzel kell lenyomni, akkor milyen opció volt korábban, gumibottal addig ütötték őket, amíg meg nem lehetett bilincselni. Most először meglövik, és utána ütetik. De ezt még az amerikai rendőrök is használják, látni nagyon sok felvételt, hogy például plázákban őrök, rendőrök ezt előszeretettel használják. Ez tipikusan olyan esetekre jó, amikor ilyen zárt terekbe kell mondjuk intézkedni, ahol nem lehet mondjuk gáspővel fújkálni, tehát mondjuk egy példát, mondjuk egy kórháznak a biztonsági őrei, azokat nem fújkálhatják le mondjuk a megőrült beteget gáspővel, mert akkor ott mindenkit beterítenek. Ha nem maradnak a hagyományos, náluk hagyományos fejberugdosás mellett. Hát az is lehet, de az elektrosokkul azért mégiscsak egy humánusabb megoldás. Arról esetleg nem tudsz, hogy beszereztek olyat a parlamentben, amiben kisebb feszültség van, és ha mondjuk valaki elszúr nyókán, mert ugye látok egy csomószor olyan felvételt, amikor ott valaki nagyon éppen beszél, és hátul hárman, ketten sportot olvasnak, egy valaki alszik. Hogy akkor egyébként az ülésvezetője kicsit megsokkolja, hogy fölébredjen? Tehát ez nyom egy igent. Azonnal 50 000 voltot ad le, vagy lehet ennek a teljesítményét visszavenni, hogy ne sokkoljon, csak ébresszen. Ilyen van? Ez nem az én szakmai kompetenciám, a politikusok fegyelmezése. Nem erre gondolok, hanem, hogy vissza lehet-e venni az 50 000 voltból. Tehát állítható ezen a kütyűn valami, vagy ez csak 50 000 voltot tud? Pont úgy van megcsinálva, hogy egy biztonságos érték legyen, ami megállítja az ember. Ugyanakkor nem okoz benne a legtöbb esetben maradandó sérülés. A legtöbb esetben? Tehát van egy kis ráhagyás? Van kockázat, ezt mondják a készítők is. Mindennek van kockázata, de itt azt mondom, hogy ilyen néhány 10 000 használatra jut egy haláleset, de ugye mivel gyakran eleve nem teljesen józan, kábítószeres befolyásoltság alatt levő túlpörgött emberekre használják, hát ezek lehet, hogy egy része abban is belehalna, hogyha simán csak a rendőrök leteperik, föltre nyomják. Ilyet nem lehet szerezni, nem? Tehát, hogy... Gábor, ilyet nem lehet szerezni? Gábor, pult alól. Nem, mert hogy kipróbálnánk a Ferin. Semmi, ezért ki kell menni, Bécsbe lehet venni. Tök jó. De és figyelj csak, ez ott van már, várjál, ott van a parlamenti őröknél, mert akkor mi van, ha csak megrohamozom őket simán? És akkor neked összesen kell koszolni a kezed, Balázs. De nem, hogy ez illegális, arra gondolok. Tehát, hogyha nála... Nem, ez Magyarországon egy érdekes jogi státusza van, ezt teljesen szabadon lehet tartani, szabadon lehet viselni, viszont boltban forgalmazni nem lehet. Most azon gondolkozom, hogy ha veszek ilyet, hogy lőjelek titeket hátba, hogy szólok előtte, vagy csak hirtelen? Ne szóljál. Szerintem úgy, amikor jövök be ilyen vidámmal, az egyik kezemben egy kávésbökrével, a másikban a zapkásámmal. Mint a mókust fele! És abban a pillanatban véged van. A sérülések egy része egyébként abból adódik, hogy az illető elesik és beveri a fejét. Persze, nyilván mi is humorizálunk. Senkit nem is buzdítunk erre, nyilván, hogy ezt kipróbálja. De mert alapvetően veszélytelen, csak ilyen dolgokra kell figyelni. Hát azt írjuk, hogy veszélytelen, ugyanakkor azt mondja, hogy van egy kis szívritmus zavar, valami, akkor azért az okozhat zavar. Tehát, hogy azért senkinek nem ajánlja. Arányaiban elenyésző. Na jó, hát a Gábor azt mondta, arányaiban elenyésző. Bocs, Feri, tudod, igen. És a Feri egy hete fekszik, és krumpled a mondás, kivétel erősíti a szabály. És a Feri egy hete krumplipürét teszik, tudod, a hempába. Szívószállal. Feri, bocs, te voltál az 1% rajta. Jaj, megint visszabüfisztettem vémmedbe. Igen, gyerekek, a Feri az áldozat ebben a műsorban, egyszerűen nem tudom máson elképzelni. Tessék? Miért mindig a Jani meg a Feri az áldozat? Hát azért, Gábor, mert a Feri nagyon magas, nagyot esik nyilván. Tehát most legyen benne valami faktor, érted? Tehát, hogy legyen benne valamiféle rizikófaktor, persze. Meg hát én veszem meg a cuccot. Így van, Gábor, hát a kérdés, ez a válasz, mert nekünk nincs pénzünk rá. Hát most én is meg is vegyem, és növessem is le magam. Hülyének nézel, Gábor, hát azért minden meg fa határa.
Jaj, Gábor, köszi, hogy elmondtad, segítettél nekünk, mert mi azért nagyon nem ismerjük. Köszi, jó munkát nektek, ciao. Hello. A Kaliber magazin főszerkesztőjével Vas Gáborral. És ha tudsz 500 ér, akkor... Komolyan beszélni. Gyerekek, senki ne akarja akkor a parlamentet megtámadni, vagy belül ott nagyon rendetlenkedni. Mondom, nyilván nem arra kell gondolni, hogy képviselőkre lőnek, mert nem lőhetnek. Tehát, hogy az házszabály. Azt olvastam, hogy ha valaki rendetlenkedik, azt nyilván nem lőhetik le, vagy verekedés alakul ki, ott csak kivezethetik. Tehát nincs olyan, hogy tényleg valami őr ott, nem tudom, Berán Gellert kap. Túlütötten is. Túlütötten megérkezik, megnéz két Rambót, és elkezd lövöldözni hétfő reggel. Tehát, hogy azért megszavaztátok! Ez... Igen, tehát ez nem fordulat elő. Rájuk nem lehet lőni. Jó, képviselőkre nem, de mi egy van másra? Az újságírókkal? Képviselőre a tetoválásra jössz... Egyébként, ha rosszat kérdezem. De most nem, komolyan. És csak azt látod, hogy húlja. Az édesapai bányai. Csak azt szeretném kérdezni a stadion építés. Igen. 800 néző, 5000 stadion. Övtáskában 12 mm-es gumilövedékes revolver. Nagyon hatékony önvédelemre. Ezt Totó küldte nekünk. Főleg nyáron, meg tavasszal, amikor kevesebb a ruha. Az elkövetőkön. Igen, én nyújtófával védekezem, a nagyitól csortam. Pisti küldte nekünk. Kajafutárok vagyunk, hajnali 4-kor már dolgozunk, pár hete a párom mellé az egyik címen beugrott az anyós ülésre egy drogos. Első dolgom hétvégén a piac volt, beszereztem neki egy sokkolót. Vannak ezek a kézi sokkolók is, érnek valamit? Oda kell érinteni, az megvág, mint az ipari áram. Igen, csak ott kell ugye a közvetlen kontaktus, miközben ezeknél a tízereknél, meg ugye nem, mert ott átidalja a távolságot ez a drót, aha, ami ugye az érzékelődik. Jó, azt meg oda kell nyomni. Igen, azt meg kell oda kell, és akkor ha már a közelében vagy, akkor bármi történt. Mert Fenének volt egy nagyon okos felvetés egyébként, hogy kipróbálhatnánk ezt a tízért, csak kellene belőle szerezni egy gyerekváltozatot. Csak meg kellene, én vagyok. Figyelj, ha nem lenne ez az 1%, hogy a szíveret kiüti fájdalmat, bevállalom, de azért tudod, ha pont beleesel abban 1%-ba, hogy de azt van egy kis hiba százalékban. Van egy megoldás egyébként, hogyha úgy csináljuk, hogy nagyon közel állunk egymáshoz, és az egyik érzékelőt te kapod, a másikat én, akkor nem oszlik el. Lehet, csak 25-25 ezer volt már, még igen. Az exemtől kaptam egy sokkolót az autómban. Megmutatta, hogyan kell használni. Egy hétig nem tudta használni a bal karját utána. Edith küldte nekünk. Az autóban a kopasz nagy darab páromat tartom, a táskámban pedig hatalmas kulcsomó energiaital, kis autók, pénztárca, sokkal próbál, szóval ha valaki belém köt, csak meglendítem a táskát, és fekszik is az illető. Ezt Dóra küldte nekünk. Aztán azt nézem még, hogy nekem a korzába 2 vipera, egy vadásztőr és egy 4-ágú dobócsillag is. De a legnagyobb. Igen, beöltözöl fehér ninjának, dobsz egy füstgolyót és eltűnsz a körúton. Igen, persze. A dobócsillag kicsit erős. Elnézést, meg tudod, és tudod, és eldől. Csak az időt szerettem volna... Látok a füstölét, mert kicsit itt azért a sókosugi vonal az bejátszik, igen. A fehér nincs, a fekete nincs a harcából. Önvédelem céljából nálam van mindig egy Balázs Pali CD és egy Zambó Árpi fotó. Igen. Kapuszerelő vagyok, 2 fél méteres rugófelhúzó vasbeton acél van az ülés mellett, autokiller írja nekünk. 190 centi magas, 130 kiló plusz boxoló vagyok, ha minden kötél szakad, még ott a viperám is. Ezt Pöti küldte nekünk. Gyerekek, a magyar lakosság nagy része fel van fegyverkezve. Fel vannak fegyverezve. Az a baj egyébként ezekkel az önvédelmi eszközökkel sok esetben, ezt a saját, illetve nem saját tapasztalat, egy családtagnak a tapasztalat, természetesen nem a feleségemé, hogy amikor van nálad gázspray, nem mindig jut az eszedbe. Ő is keveredett még régen olyan szituációban, amikor egy kis szóváltás volt a de buszon, hazafele menet a Rádaiból. Elvitték előle a kilós akciós banánt, vagy nem, ennél hogy hívják, mert majdnem késelésbe torkollott egyébként az eset. Véletlen valakit a buszon meglöktek, mert figyelmetlenek voltak, meg nyilván jó volt a buli, és lerángatták őket a buszról, és neki ott lapult a kis táskájában a gázspray, de nem. Csak elfelejtette. Hát persze, mert inkább rugott mindig, tehát és akkor például eszébe nem jutott, csak otthon jutott az eszébe, hogy neki ott van a táskájában a gázspé, tehát hogy akár azt is használhatta volna. De még annyira meg volt ijedve, hogy belefújt a levegőbe. Ja, igen, hogy legalább az érzés meglegyen. Takarodjatok! Te vagy az, kincsem! Rohadj, mindjárt! Arcon fújt téged, igen. Nálad van valami, Feri? Semmi, az ég egyet. Semmi? Azon gondolkozom, hogy nálam sem. Nálam sincs. Nincs egy ilyen fél mangalica sonka. Pont.
Ez biztos van nálad legalább egy ilyen csont, amivel játszottál gyerekkorodban, amit a nyakadba akasztottak, egy ilyen velő, amiben már kiszívtad nem, a velőt. Mert azt a kutyák már elvitték, tudod? Tehát nincs a margaritasunkát meg nem hurcápoljuk, otthon egy. De nincs egy ilyen félig lerágott struc lábszár csont, sincs semmi nincs nálad. De nincs. Kulcstartóján van egy marhalapocka, érted? Azt szokott mindenkit meganyúztál. Egy húskloforó, egy fokhagymanyom, semmi? A marhalapockámon van egy kulcs, nem ugyanaz. Figyelj, a kerékpárosok egyébként, a kerékpárosok azok esküsznek a jó minőségű fémpumpa, egyébként az tökéletes, illetve vannak ezek a kerékpárzárak, amelyekből a prémium minőségűek, azok, amik gyakorlatilag már erővágóval is átvághatatlanul. Van a bringám. Annyira durvák, hogy lánc. Hát nincs meg a kulcsa, mi? Jó lenne, meg lenne, tudnám használni. Nálam sincs semmi, egyébként azon gondolkozom, hogy így nem. De most azért elgondolkodtam. Tehát ahogy jöttek az SMS-ek, hogy itt mindenki hord valamit, csak mi hárman vagyunk ilyen hülyék. Hát nekem én nem, én hordok magammal, ja? Mindig van. Nekem ott a hajvasalom, azzal azért, ha nagyon elkezdek hadonászni. Be van dugva. Tűzforró. Én azt szoktam csinálni, hogy ilyenkor mindig elsírom magam, a hátamra fekszek, és megmutatom az ágyékomat a támadónak, hogy ezzel jelzem, hogy megadom magam. De tök, mert mindig csak körbeszimatolnak, és lepisírnak. És mennek tovább. Megadta magát a kis pitbull. Nézzed a kisfiú, milyen aranyos, hol vannak a szüleid, kérdezi tőle, nem? Eltévedtél, ma megint nem mentél iskolába. Hát igen, nem tudom, hogy mi a jó, hogyha felkészülsz rá, fene se tudja. Jobb megnyugtat. Talán. Megnyugtat. Tehát, hogy magabiztosabbá válsz attól, hogyha van nálad valami. Nem feltétlenül. És akkor jobban kiszállsz herciáskodni? Igen. Nem, amikor már reggel kilépsz a kapura. Há, mi van? Elit néztek, gyökerek! Persze, nem erre gondolok, nem erre gondolok, hanem tényleg, amikor tudod, hogy van nálad valami, egy kicsit a fellépésed is jobb. Nyilván nem keresed a bajt, meg nem keresed a feszkos helyzeteket, azért, mert van egy viperál, egy surikened, meg egy kuszarigámád, egy naginatád, és egy... Igen, hogy két nuncsakod, és egy Bruce Lee poszteret. Igen, fattálod. Tudod, hogy valaki így fölállna nekem, azon nagyon röhögnék. Megpiszkálna az órát, megnyalná az ajkát, ami vérzik, és beállna egy Bruce Lee-ba, szóval elsírnám magam. Szerintem ez egy tök jó módszer. Tehát, hogy elkezdesz Bruce Lee-zni, érte, abban a pillanatban ott hagy mindenki, azt mondja, hogy Jézus. Nem, Jani, elmondom, leütnek. Tehát ez nem jó módszer. Vagy le is lőnek rá. Igen, mert megcsináltad. Tehát felállsz így valahol a négyesen egy kamionsofőrnek, akire rádudáltál Bruce Lee-ba, az egyszer leüt. Tehát ez nem így, de hogy ez nem jó módszer. Lehet, olyan állást kapsz, hogy összeányod magad. Érted, valahogy egy... Ne állj föl ilyen kamu Bruce Lee-ba. Egy török kamionos belső Anatóliából nem is látott egyetlen Bruce Lee filmet. Sem, nem tudja beazonosítani. Rő kettőt, és kapsz egy olyan bivajerős ízés sárkány ugró fordulat, hogy aztán pedig beborulsz az állókba. Hátra visz a bizébe, az albókajutjébe, lehúzza a gatyádat. Igen, és majd szólított papának. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak. De nem múlhat el reggel morning show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Megszűnt a vámellenőrzés a horvát határon. Ugye, miután július 1-ével Horvátország csatlakozik az Európai Unióhoz, értékhatára való tekintet nélkül hozhatunk majd magunkkal Horvátországban vásárolt termékeket, anélkül, hogy vámot, vagy mit tudom, általános forgalmi adót kellene fizetnünk. Eddig ugye úgy volt, hogy kellett fizetni, személyvel ugyan átmehettél, de hát megállítottak és megnéztek. Hétfőtől ez már nincs így. Egy okkal több Horvátország mellett, nem örülök. Jó, te hoznál 6 kiló zakuszkát, meg ilyen paradicsomos ezeket, meg mit hoznál, két gumimatracot a lányodnak, tehát te azért olyan nagy üzemben nem vásárolsz. Engem csak azért érdekel a dolog, mert ha valaki a Balaton mellé utazik, annak nem kellett eddig sem vámot fizetnie. Na most már Horvátországban. Ha tehetitek, menjetek nyugodtan külföldre, nincs az a baj. Miután elmentetek a Balatonra. Így van, mindenki egy évben egyszer menjen le a Balatonra. Nem csak ez a hír, amikor ezt így elolvastam, akkor ez ilyen nosztalgikus élményeket juttatott eszembe, hogy amikor régen olyan nagyon nagy dolog volt átmenni a határ másik oldalára. És ugye hosszú sorok álltak először bécsi, meg osztrák bevásárlóközpontok előtt, amikor ugye megnyíltak a határok, és akkor lehetett jönni-menni Trabant tetején a hűtővel, ilyen csoki, olyan farmer nadrág, hogy ti emlékeztek ilyenekre, hogy miket hoztak akkor még nekünk? Nekem számos ilyen élményem van, hogy mi jött át akkor, az én gyerek mi volt nagy szám. A legnagyobb dolog a Lego volt például, ugye gyerekként én azt értékeltem, és nálunk a új kígyóson a fényképész asszonynak volt egy osztrák barátja, ismerőse, és ő vele csempésztette be anyám karácsonyra a nagy Legót. Ami ilyen, nem tudom már milyen, de egy nagy készletet hozatott, és tudom, hogy a csodára jártunk, hogy agyi úristen, hogy ez hogy. Nem lehetett itthon akkor még kapni. Számomra gyerekként ez volt a legnagyobb cikk, ami beérkezett. Hát tudom, addig ti nyúlkakival legóztatok, nem az volt? Is, mert
aztán ezt anyám továbbadta jó haszonnal. Két kecskér, meg egy malagyert. Maradt a nyúlkak ide, azt fölmutatta, hogy de, van ilyen játék. De sokkal könnyebb volt összetapasztalni, viszont nehezebb volt szétszedni. Száradás után nagyon. Nagyon boldog idők voltak azok akkor, amikor átmentél, és emlékeztek például arra a pillanatra, amikor mit tudom én, 8-11 évesen először kilátogattatok egy olyan hipermarketbe, amit Magyarországon nemhogy nem láttál, nem tudtad, hogy vannak olyan csokoládék, és vannak olyan termékek. Én sose felejtem el, voltunk egy ilyen, én nem tudom milyen kiránduláson, ahol egy zsiráf benézett a buszba, amivel mentünk, meg valami majmok ugráltak a busztetőn. Ez valami, azt hiszem Nikkelsdor, vagy nem tudom, valamilyen safari park volt. Hát vagy egy másik kontinens, vagy egy állatkert lehetett a dologban. Jó, de már az eleve nagy szám volt, hogy a zsiráf benézett a busz tetején, és akkor letettek minket valami bevásárló központba. Hát az egész egyszerűen. Az maga a csoda. Az maga volt a csoda, amikor két soron keresztül csak és kizárólag a csokoládé között kovályogsz, úgyhogy nemhogy nem tudod, hogy mi az, életedben nem is láttál olyat. Se olyan hosszút, se olyan nagyot, se olyan sokat, és így és próbálsz gazdálkodni a szüleid pénzéből, hogy mi az, amit meg tudsz venni, mi az, amit nem. Aztán ebből viszonylag keveset tudtál hazavinni. Két óránként átmész egy másik kirakat elé, hogy ahhoz tapaszd az orrodat és nézzél be. Igen. Hát én tényleg, én soha nem felejtem, amikor először jártunk Nyugat-Berlinben, akkor egy U-bahnnak a megállójában volt egy ilyen kis pici üzlet, de hogy akkora volt tényleg, mint egy trafik, mint egy pici kis non-stop közért. És gyakorlatilag két sor volt benne, két órát voltunk bent, és a végén már ránk álltak, tehát már nézett az eladó, így a sor mögül, hogy éppen mit akarunk ellopni, mert nem hitte el, hogy gyakorlatilag ilyen mindig megyünk arrébb ilyen 30 centiket, és polcról polcra így, vagy arrébb mész, aztán föntről lefelé mindent végignézel, mindent megfogsz, mindent visszateszel ugyanoda, megint mész 30 centit jobbra, megint ilyen furák lehetünk, ilyen ufószerű lények, akik így közlekednek, nem? Arra emlékeztek, hogy mennyien hoztak például olyan Walkman-szerű képződ, mint ami nem Walkman volt, hanem ilyen nagyon nagy széles volt, olyan, mint Lando Calrissian segédjének a felhővárosban. Ilyen nagy, ilyen sétáló Walkman, vagy lehet ez mikor Walkman? Rádió volt, és ilyen nagy kocka alapú. És antenna volt, és kiúsztad a két antennát, és azzal járkáltál. Akkor érzték, mint mikrobi. Igen, és egy időben mindenkinek olyan volt, mert mindenki azt kapott, aki akkor kaphatott, vagy lehetősége az volt. Az egyik osztálytárs nőmnek az édesapja sokat járt kint a NSZK-ba, és mindig hozott egy csomó tábla lila csokit, és mindig imádkoztam, hogy csak kávésot is hozzon, kávésot, mert azt utálták, és azt mindig én ettem meg. Te is utáltad, de annak örültél, hogy az egészet így ér. Úristen, hát Farmer nadrág, de jó volt. Hmm. Mert ugye itthon lehetett kapni azokat a farmereket, amiket így gyártottak hazánkba. Na de Rittet meg Kasucsit nem lehetett kapni. Kit, meg a ugye Lévisz meg ilyeneket, és akkor az, ha beérkezett, fú, vártad, hogy ki lehessen bontani, van-e méretben, nincs, nem baj, akkor is jó lesz. Te szemét árul, a hátba döfted a trappert. Ott árultál el minket, igen. És a hobót, mert agy az is volt. És akkor jöttek be a VHS-ek, meg minden, nem? Akkor özöllöttek be az országba, amikor ez így szabadon megnyílt a kapu, és akkor lehetett hozni, és akkor a különböző VHS-ek, van, aki egyből kettőt, nem hát, tudom, hogy minek. Átmásolni. Tessék? Átmásolni. Egy lejátszó, egy fölvevő. Azért vették két VHS-t. Ja tényleg, akkor még a másolás úgy volt, hogy egybe beleraktad a kazettát a másikba, bizony. És valahogy a kettőt összekötötted, és másoltad a kettőt. Bizony. Hát mekkora világ volt. Szorosítás. Dupla kazettás magnót tudtatok hozni? Hát ezt csak a legnagyobbak tudtak. De olyan dupla kazettás magnót, hogyha volt olyan magnód, amiben egymás mellett volt a két kazetta, akkor az rendben volt, azzal már nagyon menő voltál. De akkor jöttek be, nem is tudom, talán Sharp vagy Toshi, vagy nem tudom, mi volt, aki pont Bécsből lehetett hozni, úgy csinálták meg, hogy már a két kazettát egymás mögé tudtad betenni. Kinyílt egy kis ajtó, nem volt. Lenyílt az ajtó, egyik kazetta, másik kazetta. Hát ezt sajnos nem tudjuk megjavítani. Itthon egy másik dimenziónak gondolták, dupla kazettás. Hát én is csak így hallottam róla. Azt tudod, mekkora szó volt akkor? Dupla kazettásod se volt, ami egymás mellett volt két kazetta? Nem. Olyanod se volt? Nem. Pedig azt akkor is hozattál olyat, hogyha ugye az a más volt a rádió normája a kint a nyugati országokban, tehát rádiót nem tudtál rajta hallgatni, de akkor is volt két kazettás, és átmásolós, és az igazi profi az olyan volt, hogy egy gombbal indítottad az egész. Igen, egy gombbal elindítottad. Igen, egyet megnyomt, és elindult az, a maga a csoda volt, hogy két kazetta. Az a csoki, ami háromszög alakú volt, és sok háromszög van egymás után, az megvan, az most is kapható. Ja. Így van. Nem hitted el, hogy megettél egy háromszöget, és még volt 15
háromszög mögötte. És így csak így jöttek elő a háromszög. Elég még nem az első se jött ki a fogadból. Igen, igen. És valami fura dolog beleragadt a fogadba, de hogy tudtál adni a tesódnak, végigkiáltad a családot, és még mindig volt. És még mindig volt. És jó íze is volt. Hát az akkor mekkora világ volt, amikor volt egy ilyen valakinek a kezében. Nem, ez nem táblás csoki. Meg nem táblás csoki eleve. A háromszög, azt se értetted, hogy ez hogy lehet így önteni valamit. Faragják kézzel. Hát amikor mi kijártunk egészen konkrétan kukázni a Feri egy repülőtérnek a szeméttárolójába, hogy összeszedjünk mindent, ami a romlott kapitalizmustól származik, akkor annak örültünk a legjobban, hogyha találtunk valamelyik áruháznak a katalógusát. Teljesen mindegy, hogy milyen katalógus volt, de hogy katalógus legyen, és aztán azt napokig lapozgattuk, sőt, hetekig. Hát ma már megszűnt, az bámulatos volt a Kvelle katalógus, igen, az igen. Ugye már nem létezik maga az áruházlánc. Hát ott, hogy az a csodák voltak benne. És kicsit 14 évesen már a Fehér nevű osztálynál idéztél. Igen. Csak milyen? Azt. Ha 14 évesen egy ilyen Kvelle magazin a kezedbe került. Jó, téli kabát, szörme, jó, hagyjuk, menjünk, pizsoma, fürdőruha, a fehér nem. Hát az újság hátsó harmadában. Ezt azért mindenki tudja, gyerek. Reggel azért bimbókat rajzoltunk a melltartókra. Azért az sok kamasznak okozott elvehetetlen pillanatokat. Hát akkor még nem kaptuk ennyire készen az erotikát, mint most, hogy bekapcsoltad, megvetted, letöltötted, ingyen volt. Hát ott egy ilyen divat magazin ér, ami ugye nem beszélve mondjuk az őkámekről, meg nem tudom miről, egy ilyen divat magazin fehér nemű osztályán, ha kezedbe vetted, hónod alá csaptad. Azért, voltál, azért azt gondolom, azzal elég sokáig tudtál örömöt szerezni magadnak. Hát ott volt az ugye ez a német ifjúsági magazin, a spanyolosan Ollénnek mondom. Abba például volt egy külön rovat, ami ez ilyen a nem éréssel kapcsolatos problémákat feszegette, ilyen hallgatói, olvasói levelek, stb. És ott mindig voltak olyan illusztrációk, hogy ihaj, csuhaj, dínom, dánom. Az adott büntetett magad keményen, mi? Hát ezek nagyon gyorsan kiszakadtak azok a lapok. Gyere, Sani, most úgy megbüntetek, hogy jaj, Istenem, most látom, hogy ez limál, nem akarok elmenni, jaj. Igen, de az volt a jó, amikor visszalapoztál benne a perzsa részre, vagy a bunda részre, akkor kicsit megint volt egy kis izgalmi időszak, amíg ugye megint vissza tudtál lapozni. Én nagyon túlöltözött nők ott ilyen bundákban, az nem volt jó, akkor visszalapoztál a nyári szettekhez. Azt mondani akartam, hogy akkor az volt a diva. Hát, a perzsa, meg a bunda, nem volt az a semmi. Nem úgy értem. És az meg volt, amikor rájöttél arra, hogy különböző Bécsben található automaták indulnak magyar forinttal. Például én voltam egy olyan szafari parkban. Vagy alátéttel. Olyan szafari parkban voltam, vagy alátéttel, igen, ahol volt ilyen vízlövő, ami akkor nagyon nagy szám volt, kijött belőle a víz, és akkor amit lelőttél, vihettél nem tudom, valami ajándékot. És beálltunk a sorba, és valamelyik okos magyar rájött, hogy akkor mi ugye shilling volt, valamelyik shillinget helyettesíti az 5 forintos. Hát nem értették, hogy van ennyi gazdag magyar, érted? Mindenki az 5 forintosokat dobálta bele, pont ugyanolyan volt, mint nem tudom, az 1 shillinges, vagy nem tudom melyik. És 5 forintért lőttük le az ajándékokat, rommá fosztottuk az ajándékot, magát a kis boltot a Vidán parkon belül, és akkor ment a hamisítás, üdítőautomatába dobtál magyar forintot, ezt meg az a leleményes magyar erre is rájött azért síró hamar. Síró osztrák gyerekek mögött, tehát én csak akarom nem lőni. Minden, te meg álltál, és nagyon balkáni módon dobáltad be az 5 forintosokat. És lelőttél mindent, amit lehetett a Vidán parkban. Jó volt az. Külföldre kiszokott nagybácsitől, vagy kiszökött, csak ékezet nélkül, igen, kaptunk 03-as fémdobozos Top Star üdítőt. Csak Top karácsonykor Star. Bonthattuk ki. Igen. Görögben nyaraltunk, a boltos visszacsukta a hűtőpoltot, mert a húgommal nem tudtuk eldönteni, melyik ékrémet válaszunk. Úgy utólag elég szánalmas. Ez az üdítős dolog, ez egyébként nekünk is, hogy apámnak vettem dobozos sört kint Jugóba, és addig tartogatta ünnepi alkalomra, Jugóba, de amíg jó, meg nem romlott. Ki volt ez? Apám. Mondjuk ebbe hasonlítotok akkor. Persze, hát itt tartogatta valami, hogy valami ünnep legyen, vagy nem voltak elegen a vendégek. Vagy értem, legyen felbontani a dobozos sört, és aztán lejárt a szavatosság. De ez te vagy. Egy-egyben te vagy. A legnagyobb, most írta meg egy hallgató, emlékeztek arra a háromszínű fokrémre, ami úgy volt, hogy ugye már azt se értetted, hogy nem rendes tubusban volt, hanem függőlegesen kellett tartani egy ilyen dezodorszerű valami. És nyomtad a tetejét, és kijött belőle a háromszínű igen. fokrém. És ott álltál 10 évesen, és azt gondoltad, igen. hogy ez egy másik univerzum. Téged vagy átvágtak, vagy nem volt, nem értetted a fogmosás lényegét eddig. Háromszínű. Hogy keverik össze? Hogy marad az egybe? Függőlegesen kijött. És emlékszel, nyomnod kellett. És alul kellett utána nyomni, hogyha már nem jött, akkor... Nem mondta, hogy nem volt nagy világ. Háromszínű fokrém. Eljutott hozzátok is? Egy képen láttam, de én már csak a 90-es években. Azért mondom, gyanús vagy tényleg. Mi borsika fűvel dörgöltük. Igen. Itt van egy kis körömvirág, meg egy kis nem tudom milyen vargánya gomba sikád meg vele, a szép fehér lesz. De jó volt tényleg.
Első két kazettás magnumot zsigulival hoztuk Bécsből. Viszony. Írja valaki. Hmm. Párom egy konyakot hoztak haza, befektették a hátsó ülésre, betakarták, a párom alvás színlelt, a piát a takaró alá tették. Így tudtunk csempészni, írja egy hallgató. Jaj, gyerekek, most jutott eszembe az a lány, egy 20 évvel ezelőtti Otto katalógus volt. Egyébként, mondom, tényleg. Csak a fürdőruha, a fehér nem és a pizsoma rovat. Csak persze. És a német rokonom, Merves Tehér bácsi. És arra emlékeztek, amikor bejöttek először a külföldi csatornák, és azon láthattál például csokoládé reklámokat, és az alapján mentél kivásárolni? Amikor volt ez a reklám például, nem tudom, ugye megjelent a Werbung, leestek ilyen kis labdák, akkor már nagyon örültél, mert tudtad, hogy most valami olyat látsz, amit itthon nem tudsz megvenni, se megenni, se semmi. Te csodát látsz. Kinyílt a világra a kapu, ugye a tévé? Tényleg ez volt a reklám színe. Werbung, és leestek a színes Werbung labdák. Nem emlékszik, és akkor a Ballisto, arra emlékeztek? Nincs meg nektek? Aztán az egy csokoládé reklám volt, a Ballisto, evesztek a vízbe, és közben ezt énekelték, hogy Ballisto. Nem emlékeztek erre? Ballisto, és akkor jött valami csokoládé. Az német csoki volt? Hát igen, német, igen, azt hiszem. És álltál ott a tévé előtt, és tudtad, hogy ilyet a büdös életben nem fogsz enni. Volt vibrátor és kézzi masszírozó néven a katalógusban? Én arra nem emlékszem. Volt. Nem? Volt. Tényleg? Volt. Mondom, hogy volt. Emlékszem, jó megnéztem. Nem, csak ruhák voltak, meg ilyen konyhai eszközök. Vagy akkor nem ismertem föl. Ez a kézi masszírozó berendezés. Az vibrátor volt. Hát ez ilyen álcázott ilyen cucc volt. Ez mindenki tudta, hogy érted, hogy oda is teszik, ahova nem való. De mi az, hogy kézi masszírozod? Vibrát, ez egy rúd, a kézi masszírozod, mi megfogom volt, a vibrátor. Volt egy ilyen, ilyen pont masszírozó volt, tehát, hogy úgy az közben vibrátor úgy volt kialakítva, persze. De azt te hogy szúrtad ki 8 évesen? Már akkor is érdekelte 8 ez hogy a vonal. Ja, jelen, te így voltam 8 éves, te amikor már lapozgattad. Már 28 volt. Igen. De te ezt honnan tudtad? Ja, mert akkor valószínűleg nagyobb volt. Én nekem kicsiként ez még nem esett le, hogy ez nem kézi masszírozó. Minden volt benne. Igen. 80 körül bakelit lemezekre költöttem az összes valutát jugóban. A nagybátyám Svájcban él, annó innen vitte ki az 1-2 forintos érméket, azokat dobálta a kinti parkoló automatán. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Figyúsz, kacsa. Na. Észrevetted rajta, hogy slankosodik? Nem. Igaz, hogy nem? Na jó van. Csak mennyire szemetek vagytok. Fogyózol? Miért fogyóznék? Szerintem ez az ember fogy. Hát mert ő mondta, hogy slankosodik. Slankosodik. Igen. Hát egy 14 törgyel vagyok tavaszhoz képest könnyebb. Most ez mi ez a duma, hogy akkor miért fogyoznék? Az igen. Úgy magától lemegy. Az le. Az úgy ha le. Az ember ha sokat sportol, ezzel a ha az ember sokat sportol, érted, akkor azt ledobod. Most jött át itt ezen a biztonsági kapun, hogy láttam, hogy átlépett igen rajta, hogy szokott, tehát a magasság nem változott rajta, de hogy nem mondom basztus, vagy hátra dobta a pupnak a hasát, vagy ez folyik ez a csávó. De mi ciki azt mondani, hogy, ciki azt mondani, hogy valaki fogyogúr, ezért magától nem megy le 14 kilót, csak ha neki. Ha sportolsz, és rendesen eszel, tehát nem eszel vagy este 11. Vagyis fogyogúrázol. Hát, önmagadhoz képest. A önmagadhoz képest igen, na, vagy önmagamhoz képest igen. Tehát már este 11-kor csak csülköt eszem, nem eszek hozzá kenyeret. De mi történt? Miért? Te, aki kapuzárási pánik van, gyerekek. 44 év, mondom, ki kell próbálni. Te, aki sülzsírral mostál fogad. Te, aki... Igen. És hátat is. Te, aki hamuba sülzsír tettél minden este. Szépen azt mondja, áprilisban arra ébredtem, hogy mondom, nem létezik az, hogy egy ember, aki mondjuk így 40 éves, az egyhuzamban le tud futni 30 percet. Tehát mondom, szerintem olyan nincs, tehát az összes olyan, aki mondjuk maratont fut, ott csalnak. Tehát, hogy biztos, hogy a tévéközvetítés is ilyen. Letöltöttem egy programot. És most már biztos vagy benne. És most már tudom. Tehát, hogy tudom, hogy letöltöttem egy programot, ami úgy kezdődött, hogy fuss egy percet, és gyalogolj hármat. Mondom, nem rossz. Nem rossz. Ez már jól hangzik. És ezt elkezdtem csinálni, és megcsináltam 35 percet, egyben lefutottam. Én, aki... Az hány kilométer vagy? Az 5. Egy szigetkört meg tudtam csinálni, de ez nem volt elég, mert vérszemet kaptam, és letöltöttem azt a programot is az okostelefonra, ami azt ígéri, hogy te egyszer 10 kilométert le fogsz futni. Azt hittem a pályafutás utáni levezetős programot. Te futsz tényleg? Ja, esküszöm. Csalódnom kell bennem? Hát, de ez csak egy te, próba. Aki azt mondta, mindig összetudtam veled kacsintani, igen, hogy fussanak, akinek nincs autója. Anyja, nincs autója, meg akit kergetnek, te április óta futsz rá, de erről nem is mesélsz? Hát nem mertem, mert tudtam. Mondom, nem akarlak megzavarni, ezzel legalább addig hadáljak melletted, meg azt mondtam, hogy akkor fogok beszélni róla, hogyha elértem valamit. Tehát, hogy a saját magam számára nem akartam. De mit akarsz elérni? Hát ezt, hogy le tudjak futni egy ilyen valamit. Most már ilyen 8 kilométert le tudok futni egybe.
És hát azt mondtam, is? Ha a tízet elérem, akkor azt mondom neked, hogy Bali, menjünk már el futni. Hm. És te erre nyilván azt mondod, hogy te pókjárásban hátrafelé lenyomsz 10 kilométert. Ördögszekérben. Vagy ördögszekérben. Csak akkor megyek, ha mehetek ördögszekérben. Szomorúan hallom. De már időleges, esküszöm. Tehát nem szokom rá. Ez pont a futással árulsz el. Tehát hát a bringázása más, amit csináltál volna, az aláírom, de a sokat szídott futás, amit mindig szívtuk a Csabi vérét, a Jani, meg mindenki, aki pont te is a futók közé állt, hogy akár squasholnál, vagy teniszeznél, vagy mit, crossfittel, bármi. Az a legalább lehet terülni. Pont fut. Ezen is lehet. Számomra egy szörnyű. Szörnyű csalódás. Ez szerintem az van benne. Ez olyan, mint hogy én motoros jogosítványra megyek a napokban. Na, érted? Látod? Az se rossz egyébként. Hát nagyon nem. Hát ott majd te meglátjátok, a berugóizmod az milyen menőn fel fog fejlődni. Az, igen. Az a baj, hogy egy főleg, lábas. Hogy gombbal indul. Ja. Igen, főleg, hogy nem kell berugni. Ja, tényleg. Igen. Ekkor elért minket a kapuzárási pánik? Nem vagyok antisport, tehát én nekem a mai napon csak elmondom, hogy úgy néz ki, senki ne gondolja azt. Én ma játszom egyet 4-től 5-ig egyet teniszezem, és utána 5:30-tól kispályás focit játszom 7-ig. Tehát azért így én nagyon sokat mozgok. Aztán 2-től vasárnapig borogatnak. Igen. Tehát én ezért mondom, hogy ha nekiállunk futni, gurulok veretek egy ideig ördögszekérben. utána átváltok pókjárásba, és még szívesen megyek veletek egy ideig, de hogy csak maga a futás. Az, amit mi megmosolyogtunk, amit mi ketten válvetve nevettünk, hogy minek? Hülye vagy? Hát majd ha kergetek, futni? Hát milyen dögunalmas az? Erre 1000 sportot csináltad, és mit csinál? 5K-val érted, egy nincs iPhone applikációval. Fut! Érted? Fut! Figyelj, hát az a durva ezen? Egyébként, hogy a Feri ugye elég jól úszik. Kerózik, az köztudott, és most már fut is, triatlonista lesz. Hát, szerintem ez a csávó, ez erre hajt, ez triatlonista akar lenni. Igen? Hát nekem így áll össze ez a történet. Hát ez a következő, most még biztos vagyok benne. Valami ilyesmi van itt a háttérben. Én elég jól összerakom ezeket a dolgokat, látom. Egyébként már megvan, mert tegnap a gyerekekkel úsztunk délelőtt. Hol a Velencei tó van? Mik az neki úszás, neked séta? Nem, ott muszáj eljátszani őt, te is. Azért te úgy sétálsz, és közben úgy csinálsz, mint amit. Nem, mert ha ugrik, akkor már a menetszél is kisodorja alól a vizet, és akkor csak a fővenyre esik. És mi van jövőre, te is ilyen kis feszülős pólóban, ilyen kis biciklisgatjában, ott fogsz helyben futni a rajtnál majd a félmaratonon nagyon már pattogva, és ott fog egyedül ülni, hogy srácok, mi van veletek, gyertek, ígyunk valamit, és ott fogsz majd pattogni magasugrásban, és futni a Janival, és törölgetni egymás homlokát. Igen. Szörnyű. Ha spandex gatyában futsz, akkor inkább csak sötétetés után éjszakai versenyt kerül. Ne, tényleg, abban nagyon jó. Nem ilyen térd aláérő, fogja a tér. Mit gyerekek? Fúj? Dehogy is, nem biztos, hogy tök cuki lehet. Rákóczi Vali fut, hová tart ez a világ? Ahol az élet élvezője, a csülkök evője, a pálinkák megivója, ezt mind leteszi, és futni kezd. Én nem akarok egy ilyen világban élni, ahol Rákóczi Feri fut. Nem, ez egy más világ. Nem akarok ebben a világban élni. De nem tettem le. De továbbra is nem tettem le. Nem, nekem ez a világ nem tetszik. De továbbra is törköllyel hidratál. Így van. A világnak megvan a rendje. Ki mit csinál, ki miben jó. Az a világ, ahol te futsz, abban én nem akarok létezni. Az számomra nem egy élhető világon. Rákóczi Feri sportol, meg fut. Nekem nem ez a szerepet, nem ez vagy. Nem de pont jó, hogy hazafutsz, és egy fröccsöt megiszol rá. Az egyébként igen. Nagyon jó, tényleg. Tehát és mi lesz a következő, hogy lerakod a cigit? Mert akkor tényleg kapuzárásod van. Így van. Nem. Mert ha azt is elkezded lerakni, azon mondjuk én örülni fogom, azon azért dolgozom évek óta, hogy ne dohányozzál. Tényleg? Hát a szerem mindig csesztetlek azzal, hogy dohányozzál. De az sajnos a szeretem, az nagyon nagy bűnöm, de az is jó, meg az evés is jó. Na végén veszel egy japán autót. Ne, az biztos nem. Például az biztos végén nem. Végén van, használom. Gyerekek, itt ülünk hárman, és erről beszélgetünk. Hát ez szép. Én 40 évesen motorozom, te készülsz futni, lenyomni a triatlon. Hát az még nem, de. De a motorozás azért nem tartozik ugyanebbe a kategóriába. Passzos. Ott az a kapuzárási pánik benne az van. Is az is egyfajta kapuzárási pánik szerintem. Ha a fiatalon motorozol, és utána később is motorozol, az nem. De ha 40 évesen elhatározott, hogy te most motorozol, de erősen arra tényleg, de erősen tényleg, arra ennek mi lesz a vége? Megutálom a pornót? Nem, az soha. Az biztos, olyan világban soha már nem is akarok benneteket. Gyerekeket se nemzeni még, ahol te meg a pornót nem fogod szeretni. Nem, neked is találnunk kéne valamit, Jani. Hát én mit csinálja? Hát nem tudom, amit eddig nem. Mi hát az, figyel. Amit eddig nem csináltál, és szerinted az a ilyen kapuzárási pánikos cucc lehetne? Várjál, tényleg mi? Elkezdik el öltözködni?
Nem áll, olyan világban se akarok élni, ahol te öltözöl. Igaz, az milyen lenne? Így jönnék be, és nem így ismertelek meg benneteket, hogy te sportolsz, te jól öltözöl. Csalódás lenne, nem? Szörnyű lenne látnom, hogy egyszer jól vagy fölöltözve. Hát azt hiszem, hogy te nem az az ember vagy, akit én szeretek, akit ismerek. Hol van az a Jani, aki add vissza? Így van. Hol vannak azok a 10 éves, kicsit kikopott terepszidő térnadrágok és tornacipők és pólók, amiket még annak idején a Celeb vagyok idején kaptál a stylistom. És még mindig megvan. És hol vannak ezek a pólók? Vissza. Így van. Mert mehetsz a Vikivel vásárolni, mert ő is nagy shoppingoló, akkor majd elmentek együtt. Már kért egyébként. Mert mit? Mondta, hogy csak két kezem, ahol akinek vinnie kéne a szatyrot. Nem, hát ott hátra felkapsz egy-két jó cuccot magadra. Na jó van, és akkor majd elkezdünk füvet termeszteni, mint ez a bácsi, az a kapuzárási pániknak a legvége, mikor már füvet is termesztünk otthon? Mert hallotta, hogy ez egy jó fájdalomcsillapító. Csak kíváncsi volt. Én nekem tetszik ez a sztori. Én ezt a bácsit kedvelem. Megnézett egy-két sorozatot, azt mondta, hogy már Amerikában is legalizálni akarják. Magyarországon úgyis sokszor szembe megyünk a trendekkel, itt egyre jobban tiltják, ahelyett, hogy itt is engednék, és elkezdte. Bevásárolt, és elkezdte termeszteni. Hát nem nagy forma. Hát figyelj. Így kell csinálni. De minek csinált a fájdalomcsillapító? Fájdalomcsillapító, igen, az orvos. Átfájásra. Használják ezt Európában, sok helyen, Amerikában, ugye, rákgyógyításban, rengeteg helyen így egyébként. Van. Hát és így nagyon van. Bejött a dolog, érve nagy lett az ültetvény, onnantól kezdve már árulod is, hát mit csinálj vele? Meg hát nyilván nem akart lemondani ő se a szokásairól, mert valószínűleg minden reggel murván ébredt, hanyatt, érted, a kocsma mögött, és gondolta, hogy hátfájásra valamit kellene. Hány éves? 70? 70 év, 70 év. Hát, igen. Cuki. Hihetetlen, sosem késő. Mert mezőgazdasági tapasztalataid megvannak, ugye ő Zalában élő kis parasztbácsik, aki nyilván egyen értett a kerthez, és azt mondja, hogy valami újat emeljünk be, már nem megint paradicsom halálta legyen. Sóskács, penót, rebarbara, kanábisz. És most mi leültették, vagy elkapták? Hát eljárás folyik ellene. Nem, hát ez büntetett cselekmény, tehát hogy Magyarországon tilos az ilyesmi. Úgyhogy mondjuk ez nem volt kereskedelmi mennyiség még, mert nem öntözte eleget, de hogy azért, akárhogy is nézzük, ezért bűncselekmény. De nem azt nyilatkozta, hogy ez nem az a bácsi, azt mondta, hogy tévéből tanulta, nem ő mondta? De mit néz, melyik sorozatot nézte? Mondjuk van a Breaking Bad, de ott a ugye... Breaking Bad-ed. De a Breaking Bad-ben nem füvet csinálnak. Hát de ott is kb. Hátfájásra kezdték el, mert úgyis ott egy betegségből, egy halálos betegségből indul ki az egész sztori. Igen. Gyakorlatilag gondoskodni akar a családjáról. Hát ugye egy képzett kémia tanár az, aki elkezdi ezt csinálni. Milyen jó sorozat egyébként. Csak ők durvába csinálnak, mert ők ugye amfetamin csinálnak. Tehát ők speedet gyártanak. De mi volt a film, vagy mi volt a sorozat? Meg a bácsi még nem jutott el odáig, hogy kinyírja a konkurenciát, nem? A bácsi még valószínűleg nem keveredett gyilkosságban, mint a Breaking Bad. Marika néni. Aki egyébként csak, igen, csak mentaleveleket termesz, csak félrenézi. De egyébként az infókat melyik csatornára szedhette? Van ilyen a Duna Bird-en? Na, ezt nem tudom, hogy ő mit nézett, ahol füvet termesztenek. Tehát, hogy mi olyan sorozat van, legalábbis én nem ismerek olyan, ahol van zsűl. Van, nézd a kanabisz termelő, figyelj. Fáj a hát a zsűr mostanában? Vagy már vagy valami más. Sokat mosolyogsz mostanában. Igen. Szóval, hogy van ilyen sorozat, ahol füvet termesztenek. És a bácsi lehet, hogy leszette az Encore-ról, ezt betette. Egy pendrive-ról átmásolta, áttette a tévébe, elkezdte nézni, és elkezdett füvet csinálni. Zsűr küldött neki egy meghívót, az Encore. Ez szenzációs. A gyerekek, hány olyan dolog van azért sorozatban, amit mi is láttunk gyermekkorunkban, és csinálni akartuk, nem? Igen. Kapásból tudok mondani 65 dolgot. Például a forró rágógumi sorozat. De most nem, ott csak nők voltak, nem? Ki volt az, aki mindig átugrott a kerítésen, és egy generáció azt gyakorolt, hogy tud átugrani a kerítésen? Matula. Tudod, így fél... Tudom, persze, de hát igen. Tudod, volt ez a tipikus matulás átugrás a kerítésen, matula. Van, igen, de és mindig az átugrás, mindig csak hátulról mutatták, meg amikor leért egy ilyen húppanás, amikor belerugózik. Két férfi egyeset, vagy mi volt az? Az. Két férfi egyeset. És abban volt egy matula? Igen. Abban volt matula. Aha. És matula úgy ugrott át a kerítésem. Soha nem értettem egyébként, hogy mindkét lábát dobbantott, és mindkét lábával átugrott a kerítés, és ez volt a fő címben is. Mi a tesómmal lementünk a térre, és órákon keresztül matulásat játszottunk. Soha nem értettem azt a sorozatot. Meg mindig kerestem a Szabó Ervinbe ezt a Fekete István kötetet, amiben nyomoz is matula. Aha, a Nancy ül a fűben című sorozat, azt mondja Zsül, hogy az szól arról, hogy füvet termesztenek. Nancy ül a fűben. Nancy. Mondjuk a cím a szellemes egyébként. Nancy ül a fűben. 7 vagy 8 évados. 7 vagy 8 évados. Ha, az alatt meg lehet tanulni. Arról szól, hogy egy kanabiszt locsolnak 8 évadon keresztül? Is. Miért nem láttam még ezt a sorozatot? Hát, ha tudok én is a növényeimnek valami új tápot.
De neked is van. Igen. Vagy milyen izzóval. Világítsam őket. Na, tessék, de mi volt még a sorozatokban? Hát ami nem olyan régen ment egyébként, de akkor egy ország tudott egy komplet szívát ültetést megcsinálni, a Dr. House. Dr. House, aha, mindenki értett hozzá, mindenki gyógyítani kezdett. És már igen. Sírtak nekem, van egy mentős ismerősöm, aki azt mondta, hogy sírtak, amikor kimentek, és jött a mama, hogy ő ezt látta, hogy a House-ban ugyanígy kékült el igen. A apa, és neki most az van, és ne úgy nyúljon hozzá, mert ő látta, hogy ezt nem a fejét jobban hátra kell csak latítani, akkor jobban jön a levegő. És azt mondta, hogy Herótot kaptak ettől, hogy mindenki tudott műteni. Akkor ment a Dallas, nem volt olyan ingeretek, vagy nektek a faterotok nem ivott, amikor nézte a Dallas? Hát akkor is. Nem volt sorozat. Nem volt egy, hogy nem zökkentette ki a Dallas. Szerintem pénteken a magyar társadalom 80%-a az vagy alkoholista lett, vagy együtt ivott a szereplőkkel. Igen. Ugye, mert ugye az volt, hogy ilyen szakrális ivás volt mindig a Dallasban, a nagy teremben, ugye a ház nagy termében. Töltötték a viszkit állandóan. Hát attól függ, hogy kivel azonosult, mert hogy mondjuk Samantával és Jokival, akkor hát érted, Joki kezében mindig ott volt azért a viszkis pohár. Igen. Érted, bárki mással azonosult, akkor nyilván más szokásokat vettél volna fel. Melyik volt az a sorozat, ahol ilyen nagymama tudott megoldani ilyen szuper képességekkel mindenféle? Szupernagyi. Szupernagyi. Úristen, de annyira utáltam, amennyire csak utáni. Emlékeztek a szupernagyira, hogy akkor egy ország akart a saját nagymamájából szupernagyit csinálni, és igen. Mindenki csinálta ezt a mozdulatot, hogy a mutatójaddal körözöl a homlokodnál, Jézus. És utána a metávillát csinálsz mind a két kezeddel. És így köröztél, szupernagyi. És akkor elkezdtél futni nagyon gyorsan? Vagy mi ezt játszottuk a tesómmal, nem? Most a fejjel neki szaladtunk a nagymamámnak hátulról. Ah, igen. Ennek nem örülök. És a szomszédokból mit tanultál? A szomszédokból? Hogy kell beosztani hófégéig a pénzt ahhoz, hogy... Ti meoldani, hogy Donna Ferenc. Igen. Én nagyon szerettem Buffy a vámpírok rémét, fakarót faragtam, amit az ágyam alatt tartottam, és 15 évesen vártam, hogy majd én is kiválasztott leszek. Így, Andi. Nekem ez nincs meg, a Buffy a vámpírok rém, ezt nem ismerem. És valakinek a melkasába tudsz kalapálni egy fakarót. Igen. Megtanultam, hogy kell beszállni az internetbe Vágási Feritől. Szép napot, Csabi. 7 évesen órákon át szaladgáltam a lakótelepen, és folyamatosan beszéltem a fekete kázi órámba, és hívtam Kittet, de soha nem jött. Michael Knight-nak képzeltem magam, ez Zsolti küldte nekünk. Szándokán hatására erdőben pókláztam egy konyhakéssel az oldalam. Hát ez a tigris ugrás volt, a maláj tigrisnek az ugrása. Hányan várták gyerekként, hogy végre jöjjön az a tigris, aminek felvághatják a hasát, és nem jött soha. Ő pedig alatta. Igen. És fel tudja metszni. Hát ugye az indiános filmek után ezüstok kincse meg hasonlók, biztos, hogy mindenki készített magának valamilyen íjat, meg nyilakat. Mondjuk nem annyira a tévésorozat, hanem a Rahan képregény után szabadon, én hátra kimentem, és a kutyám által meghagyott, vagy az aktuális kutyánk által meghagyott csontokból farigcsáltam magamnak csonthegyű nyílveszőket. És volt egy kis hajpántok összekötve hátul. És kit akartál legyilkolni? Nem volt ellenségkép? Mindegy. Hát volt az utcában egy-két ilyen őskőület. Egy-két dinoszaur. Lábon szúrni. Udo Bringman féle autóba beszállás, így törtem ki a fogam, amikor be akartam ugrani a lábbal hajtós moszkvicsommal. Az hogy volt? Azt nem tudom, milyen az Udo Bringman beszállás. Szerintem úgy, ő neki kábriója volt, és ő beugrott a kábrióba. Iszonyú laza volt. Öcsémmel a szomszédok autóinak motorháztetén csúszkáltunk, mint TJ Hooker és Románot. Szép fiú. Kifejezetten szép fiú volt. Keresd meg, isd be, hogy Google, jó képi, jó TJ Hooker, Románó, és ki fogja neked adni a Románót, ő amilyen olasz bevándorló család. Minden nő Románóba volt szerelmes. Az tehát volt. Szegény William, ki volt a TJ Hooker? William Shatner. William Shatner. Abszolút C kategória. William Shatner sehol nem volt, mert minden fiatal csaj Románót akart. Ja, a Star Trek sorozatból azért jó, nagy ágyú volt. Jó, nagy ágyú volt, igen. De már ott is behúzta a hasát. Ott, de abban, hogy bele is szorult. Tehát sehol nem tudott tovább menni. A klingonok! Támadtak a klingonok! Igen, vége, csapó! Igen, lehetett látni. Na, megvan Románó? Most keresi. Aha, igen. Látod? Egy jóképű olasz. Hogy az? Na, itt egy újabb, a 10K mellé. Gojko Vinetú mit is testhez szorított kézzel oldalaz a fejes ugrása. Úristen, meg az indián úszás, amikor leszorítottad a kezedet, fejjebe fejes, ember, indián fejes, úgy. És utána úgy úsztál, hogy ne vegyenek észre, hogy forogtál a vízben. Igen, mekkora hülyeség. Igen. De akkor egy generáció így ugrott az indián fejeseket, mert Gojko Mitics ugye így ugrott indián fejest. Persze. Öcsém King Kongként szétverte a kertet egy húsánga. Beteg. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak.
de nem múlhat el reggel morning show nélkül. Ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Amiről akarok beszélni, a senki ne értse félre, mert már nem a nyaralásról, egyszerűen csak téma indító, mert szerintem mindenkinek van ilyen ötlete, hogy elmentél valahova belföldre, külföldre, és olyat láttál, amit nem akartál elhinni, nem tudtad hova tenni, azt gondoltad, hogy te egy szolgáltatást veszel igénybe, és ott mégiscsak elmész egy apartmanba, egy panzióba, egy hotelbe, Magyarországon, külföldön, vagy akár ha a nyári nyaralásokat nézzük, és... valami más történik, mint amit neked az utazási iroda ígért. De most nem arra gondolok, hogy tűzfalra néz a szoba, meg mit tudom én, nem tudom, a medencében nem volt feszített víztükör, hanem amit ottani dolgozók csinálnak azért, mert megpróbálják így a saját életüket egy kicsit megkönnyíteni. Mindjárt mondok egy-két példát, hogy hogy látnak vendégül a törökök egyes szállodában. Mindegy is, hogy ez melyik szálloda, nem is ez a lényeg. Következő történik, este te vacsoránál például elmehetsz magadnak mit a ilyen húsokat sütögetni. Áll az ember egy ilyen szakács jelmezben, vagy nem tudom, aki lehet, hogy egyébként délután még animátor volt. És, de szerintem ez Magyarországon is megtörténik. Áll a törpe szakács, aki délelőtt még aerobik órát tartott. De szerintem mondom, ez Magyarországon is megtörténik, mindenkinek van ilyen élménye. Következőt látod, sütögeti a húst, egyszer csak így elkezdi már nyalogatni a szája szélét. Hát mondom, nem, de... nem hiszed el, hogy a törökök mit csinálnak. De mondom, ez nem mindegyik szálloda. Fogja, átfordítja az egyik oldalára, fog egy ilyen, amivel tudod, így letakarítják a grillt, ez aha, a lapszerű. Aha. Ilyen sajtszelet, vagy mint a... Levág kettőt a húsból, kicsit így megtörli a kezét, onnan nyúl, berak egyet a szájából, megkóstolja, nyel egyet, megnyalja a kezét, megtörli az ingébe, elkéri a tányérodat, kidobja oda, hogy ász, mondom, tesó, hát gyere át Szenteste, és töltsük együtt a karácsony, de nagyban kóstold meg, ez is marha jó. Következő, megint, mondom, nagyon fura szálloda volt, ilyen svédasztalos vacsora, vonulunk ott a társasággal, mindenki szedegeti. Egyszer csak látom, nagy lendülettel, mint hogy kivágódik a konyhának az ajtaja, kijön egy ilyen pincérnek, vagy konyhai dolgozónak álcázott valaki, beáll melléd a sorba, elkezdi összeszedegetni a kaját, tudod, nézed, tesó, hát nem vagyok kaja írni, de nem a konyhába kéne lenned, érted? Hát gyere, üljünk te veled is egy asztalhoz. Hát ez olyan, mint egy nagyság. Kicsit beleszed abba, kicsit megkérde, ez jó. Hát mondom, te tudod, te fűzted. Honnan tudjam, ezt te csináltad, az előbb éppen volt a konyhában. Kicsit beleszed, virsli, egy falat, jó, gyümölcs, kicsi a dinnye, ránéz a tányérjére, oké, visszabaktat a konyhára, és már útközben elkezd enni. Tudod, te ott állsz, hogy hol vagyok? Tehát egy szenzációsak, hát, de elképesztő. Szinte ugyanazokat a szolgáltatásokat kapják, mint azok, akik befizetnek. Kivéve, hogy nem alszik ott, de az se biztos. Ha, így. Következő tűzijáték, lövik föl a tűzijátékot, tölti a vendégeknek a piát, áll, bögdös téged, hogy jó a tűzijáték, tölti magának, nem viszont, tölti magának a piát, körbenéz, jó a tűzijáték, kocint veled, ő is issza, nem vagyok piairigy, nem vagyok kajairigy, nem erről van szó. Csak amikor ő kijön a pultból együtt veled nézni a tűzijátékot, kicsit megbök, hogy jó, mi? Yusuf, tudod, nem tudom, hogy hívják. Ő is tölt magának egy kicsit, azt mondja, te mit iszol, mondod, te iszol valami. Jó, hoz magának, kocintatok, ő is megissza. Ászott délelőtt, nem meg jó. Nem valami csapatépítő volt a tanké. Szerintem ez sok emberrel megesik, tehát itt nem arról van szó, hogy saját nyaralásomról beszélek, hanem ugye mint téma, hogy ha te elmész valahova igénybe venni egy szolgáltat, ez szerintem számos helyen van ilyen, hogy az úszómester kicsit beül veled szaunázni, hogy a recepciós egyébként, nem tudom, délelőtt valahol találkozol vele, a takarítónő, én nem tudom, mit csinált ott a takarítónő, hogy van ilyen, hogy kicsit befekszik a rágyadba, befújja a parfümöt, mindig minden máshol találtunk meg, de ez még magában nem baj, lehet, hogy rendet rak. Hajtogatás volt hattyú törölközőből, vagy teve, vagy valami ilyesmit csináltál? Ez nem az a típus. Soha te volt, ahol neked álló, nem tudom, tevét hajtogatnak törölközőből, tehát itt... Lehet, hogy ők voltak a minőség ellenőrök, nem? Hogy a vendég biztos elégedett legyen. A tulaj fia. Igen, ő megkóstolta a piát, hogy biztos jó, minden rendben van-e. És az lett volna a legjobb még egyébként a tűzijáték, mert mondjuk, hogy hoztam a családot. Hogy ott a család is. Mit tudom, hogy nem volt egy asztal megterítve, akkor leültél, elkezdted magadnak összeszedegetni a terítéket, és akkor megterítettél magadnak. Jött, nem tudom, Yusuf 2, és akkor mondta, hogy hát ez kiváló. Bravo, kiváló terítés. Következő, látunk egy ilyen ásványvizes üveget, mondom, barátom, egy kanna vizet dobjál már hozzánk. Ugye ezek egy másfél literes flakonok.
nem hiszed el. Látom, hogy elindul a pulthoz, és látom, hogy valamiben sántikál. Már érzem, hogy ez itt valami nem stílus. Bizonytalanok a lépései. Bizonytalanok a lépései. Ő tegnap egyébként még baklaváros volt valahol Isztambulban, ma már pincér ebben a szállodában. Látja, hogy a másik asztalról letett a pincér egy olyan műanyag flakont, amiben csak félig van a víz. Fogja, hátra néz, tudod, nem látta, hogy figyelj, letekeri a kupakot, fog egy másik flakont, kicsit így megrázogatja, megnézi. Összeöntötte. De a klasszik mozdulat fölemelési megrázza, hogy mennyi víz van abban, illetve van-e benne kenyérmaradvány, valaki beleívott. De látja, hogy tök üres, semmi nincs, megfogja, kicsit körbenül, áttölti az egyik vizet a másikba, betölti, jó, összedobja a palackot, azt így bedobja a kukába, visszatekeri rá a kupakot, jön, ugye nem tudta, hogy figyelem, jön, hozta a hideg vizet. Rányit egyet. Szálljon, szisztent ez. Rányit egyet, tudod? Elvettem, mondom, tesó. Hát most tényleg, hát azért bennünk is van magyar hős, mi is tudjuk ez, miért minket próbálsz megvezetni. Igen, csak mert ráadásul egy 5 csillagban voltál, ugye? Igen, de mondom, ez valami ilyen, ez egy nagyon érdekes szállodó. Törökötös. Ő ezt így összeöntötte. És akkor mondta, hogy hát akkor Isten, ígyunk. Nincs ez baj. Mi a legmagasabb fokozat? 8-as, 8 csillagban? Én is elgondolkoztam, hogy lehet már ez egy visszaminősítés. De hogy egyébként ez valahol szórakoztató. Tehát, hogyha erre nem vagy kényes, már pedig én nem vagyok ezért nagyon szórakoztam. Másnap már úgy mentem húst sütni, hogy tesó fele. Így a 50-50. Köretet hozhatok? Valamit ennél, egy rizst, egy dinnyért. Titokban esznek. Egy katonát. Titokban esznek. Az összes pincér, aki kint állt a kinti résznél, az azt látott, hogy az egyik mindig fagyit evett. Azt csinálta, hogy szedetett magának a másik pincérrel a fagyis pultból kis fagyit. Na, nem figyelt a menedzser, meg senki, akkor inkább műanyag, nem? Fagyit evett. Közben sütögette úgy, megint fagyit evett. A gyerek onnan tudta, hogy van fagyi, hogy látta, hogy a pincér fagyizik. Szenzációs! Tehát ez elképesztően jó hotel volt. Úgyhogy ilyenek vannak, de szerintem ez van Magyarországon is, nem? Cukiba láttam olyat a cukrászdában, hogy a torta tetejéről a kis csoki dísz így rászokták állítani keresztbe, az ledőlt. És közben ott mit csinált az emberünk, és látta, hogy a vevők ott állnak, fogta és így visszarakosgatta őket kézzel. Jaj, igen. De aranyosan visszaszúrta, meg egy kicsit jó beljebb is nyomta, tehát nem dőlt le még egyszer, de legalább valami nylon kesztyűt vegyél már föl, vagy nem tudom, egy ilyen zacskót húzzál a kezedre. És fogta, visszatette, és megnyalta magát, csoki, jó, finom, tette tovább. Nem rossz. Ez szenzációs. Csak amikor ugye ezt egy hotelben látod, akkor az nagyon-nagyon fura. Nagyon-nagyon fura. Állandóan összetörtek valamit, tehát estek keltek. Volt egy pincér, az naponta kétszer esett úgy hanyat, hogy nem értetted, hogy ő mind csúszik el, vagy mit csinál. Szerintem ő életében nem pincér. Nem az esti műsor része volt? Lehet egyébként. Tehát vannak ezek a szállodák, amin átokül, vagy nincs rendes vezetés, vagy úgy hirdetik, hogy 5 csillag, de 3 csillag. De szerintem ilyen élménye nagyon sok embernek van, hogy kimész Görögországba, Törökországba, és ha ott nem egy jó európai vagy amerikai menedzser van, vagy tulajdonos, akkor őket, ha itt szabadjára engeden, itt ez a hotel olyan volt, mintha meghaltak volna a tulajdonosok, és itt mindenki azt csinált volna, amit akart. Még nem, tehát a foglalások megvannak, jön a vendég, ki kell szolgálni, de már nincs aki ellenőriz. Tehát a pötangos törpe, aki közben német nőket akar felszedni, az egész egyszerűen elképesztő volt. De volt rajta ilyen kis barett? Tehát, hogy így adott rá, hogy egy picit franciás legyen a külseje, hogy passzoljon a játékhoz. Egy hatalmas sajtos croissant majszolt állandóan, és nagyon nagy akcentussal beszélt. De neked nem volt még ilyen, hogy elmentél egy szállodába, és ilyen szolgáltatásokat láttál? Vagy ilyen típusú étterembe ültél be, ahol nem értetted, hogy ez miért történik? Amit én állandóan kiszúrok, az újrafeldolgozás. Tehát, hogy én hát itt azt imádtad volna. Tehát akkor bemész a szállodába, és azt látod, hogy egyik nap ez van, a másik nap meg az. Tehát, hogy egyik nap volt húsleves, mellé készítve a cérna metéltel, és másnap meg van Varga Béles. Tehát, hogy, és tudod, ez így picit átlátszó. Tehát, hogy azt érzed, hogy hát basszus. Az itt állandóan megcsinálták. Tehát az előző napi csirke, az másnap mustáros csirke volt. Én első nap nagyon fura volt, második nap fura volt, és aztán elkezdtem élvezni. És utána már csak az volt, hogy az asztal társaság mindig figyelt, most dönti össze, figyelt, ott kajál. És már nem tud, röhögsz. Tehát amikor tényleg azt látod, hogy a harmadik pincér is jön ki kis tányérra szed, és ott finoman megdumálják, hogy jó a kaja, és esznek a vendégekkel együtt. Igen. Azt vártam, hogy tudod, bejönnek a családtagok, gyerekek, valóban leültetik. Volt olyan pincér, aki nem ment vissza.
nem ment vissza be hátra, hanem leült az asztalhoz, és a vendégek között elkezdett kajálni. Valami kis névjegye volt, tehát valószínű már egyel följebb volt, tehát vagy menedzser, vagy valami. Este 7 óra leült, és egy négyfős asztalra egyedül leült, és ott finoman elkezdte enni a kis dinnyét. És sírtunk a röhögéstől, tehát hogy ez elképesztő. Erre mondják egyébként, hogy családbarát szálloda. Egyébként. Ja, igen. Nem? Mert egy nagy család, úgy érzed magad, hogy egy nagy család része lennél te is, és ők is. Szórakoztat is, meg is etet. Ha? Minőség ellenőrzés megvan azonnal. A kajában lehet a legtöbb ilyet megcsinálni. Másban nagyon szállodában nincs. Az egyiptomiak a legjobbak. Na, ott hát, ott ugyanez megy, hanem ott van ott is 5 csillag, ami ugye véleményes 5, tehát úgy szoktuk mondani, hogy vagy 3 és véletlenül valaki túlpontozta, ott például simán megvan az, hogy a haladból, amit lesüktetsz, roston, grillen, ő megkóstolja, de kézzel. Egy darabot ő is ott kivesz. Ugyanaz. Tehát, hogy ott valószínűleg ez lehet, hogy a kultúra része egyébként. De utána megfordítja és az érintett felületet megsüti, nem? Igen, és utána úgy adja oda neked, mintha mi sem történt volna vele. Óriási. Azt írjuk, hogy Balázs ezzel csak a szolgáltatás színvonalát emelik, hiszen csak az elit vendégeknek van előkóstolója. Tehát lehet, hogy ők egy ilyen ételkóstoló, ételfogó, az összeöntő az náluk a szomelié, nem? Tehát, hogy valahogy így próbálták ezt. De most mit csinálsz, tényleg visszaküldöd a vizet? Nem küldöd vissza? Hát nem érdekelt, összetöltötték, össze röhögtem, de hogy most... Fölhúztad volna magad? Vagy? Hát, de, hogyha mondjuk azt látom, mert ez, hogy így megnézés tényleg nem úszik benne néhány morzsa, vagy ilyesmi, fél lassan tölti át, mert akkor morzsák az alján marad. De az lett volna durva, érted, hogyha még bele is kóstoltál, azt látom, király. Jó. Elég hideg. A borokat simán, tehát a borokat, a két üveg vörösbort, hogy nem tudtak nagyon más alkoholt hozni, csak vörösbort, az okszó nélkül kupak le, összeön, kupak vissza, le az asztalra. Atya úristen. De közben, ha te nem tetted vissza a kanalat valamelyik ételre, akkor kijöttek és leszúrtak téged, hogy te ugyan tedd vissza a szettél, akkor tedd vissza a helyére a kanalat. Tehát közben azért próbáltak téged fegyelmezni. És a déli melegben nem volt, hogy a pincér ledobta a szettet, úszott egyet a medencébe. Szerintem simán. Szerintem a vendégek 60%-a az ott dolgozókból állt, hogy jött a pincér, úszott egyet. A recepciós mondta, hogy ha meg akarjuk kenni, akkor úgy kenjük meg, hogy ne adjuk neki oda a pénzt így. Mit tudom, hogy ilyen szobát akarunk, vagy olyan szobát, egyébként nem akartunk. Tegyük be az útlevélbe, mert azt nem látja a kamera. De meg, igen. Szenzációs. Óriási, hogy ezt előre megmondta. A társaságban valaki adott 50 eurót, mert a penészes volt a szobájuk, meg rohadt, meg láttam róla a fotókat, tehát tényleg cudar állapotok voltak. Ne így add már, hát ne így add. Hát itt a menedzser kiszúrja a kamerát. Tedd be az útlevélbe, add át az útlevelet. Adod úgy az 50 eurót. Aztán 200 euróért sikerült. Mindenki kért egy 50-est. És 200 euróért kapta a másik szobát. Szenzációsan nyomják, nem? Egyébként szerintem ezt már ők eleve be is kalkulálják. Tehát beraknak téged egy olyan szobába, ha viszed, viszed, ha nem viszed, nem viszed, persze, de biztos, hogy kérni fogsz. És az neki rögtön már plusz bevétel. Tehát már plusz előre. Ő elkönyveli azt, hogy oda fognak menni, és kérni fognak egy új szobát. Szerintem ez az 50 eurós szobacsere, ez már benne van. Oda küldik direkt, már, hogy utána tudjál menni. Jó, okay. Van egy darab penészes szobájuk, mindenki ott kezd. Igen. Délután már nem az a dobbantó. Az a dobbantó, oda megköltözted meg 50 euró. Ha meg nem fizetett az 50 eurót, így jártál. Ráfaragtak, mert a társaságban egy olyan csapatba ütköztek, aki kért egy jobb szobát, majd utána visszakérte a pénzt, és még kártérítést is. Tehát ők nagyon rosszul, igazi profival kerültek össze. A mi csapatunkból volt egy anyuka, ő azért ezt elég flottul. Elég flottul és elég jól nyomja, tehát a menedzser meg az ott dolgozó már azt is megbánta, hogy valaha életében bárkitől is elkért egyszer 50 eurót, mert hogy többszörösen kellett azt neki visszafizetni. De a végén megköszönték, hogy azt mondja, megtiszteltetés volt önnel alkudozni és veszekedni, és hogy ilyen, maga a legjobb, maga eddig a legnagyobb, akivel találkoztunk. Nálunk Rodoszon 3 éve patkány volt a szobában, a harmadik emeleten simán mondták, hogy itt ilyen a természet, írja Gabesz. Pápán az ujjával kente az étteremben a nutellás palacsintában a nutellát, a személyzet. Na. Siófoki szálloda. A kedvencem az volt, amikor a vendég csapolt sört kért a vacsoránál, megkapta a minibárokból összegyűjtött, közeli lejáratú dobozos söröket korsóba összeöntve. Svédasztalos ebédre mentem egy szállodában, a szakács merte a levest, ujja a tányérba. Szóltam neki, hogy halló, bent van az ujjam. Mire a válasz? Tudom, nem meleg a leves. És lenyalta az ujját, és merte tovább. Másnap beletüsszentett a levesbe, jaj, akkor már nem ettünk. Nászutunkon előbb értünk vissza a szobába, a takarítónő törülközővel takarította a WC-t, a mi törülközővel. Siófok 4 csillag, olyan kemény volt a citromfagyi, hogy nehéz volt belőle szedni. A pincér hangosan anyázott annak, aki kért belőle.
Ez is jó fog négy csillag, azért miért nem leszel csokit, rohadék? Hát nem látod, hogy letörik a kezem. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Vendégünk pedig megérkezett, rengeteg kütyűvel felszerelkezve, Meskó Bertalan, orvosi jövőkutató. Hello, jó reggel, ciao. Sziasztok. Mostanában tényleg mindenki sokat beszél erről a mesterséges intelligenciáról. És ugye Buenos Airesben volt a napokban egy mesterséges intelligencia konferencia, ahol ugye hát a világ legnagyobb koponyái felszólaltak a mesterséges intelligencia ellen, a Google-től, a Tesla-tól, az Apple-től, vagy éppen Stephen Hawking, aki ugye mondja, hogy az emberiségre a legnagyobb veszély most már nem biztos, hogy a földön kívüliek jelentik, hanem például a mesterséges intelligencia. Ezeket nyilván te is olvasod, vagy követed az ilyen erről szóló publicisztikákat, cikkeket. Jól gondolom? Nagyon, mert rengeteg felhasználás lehetősége van az egészségükben. Kórházak irányításánál nem lesz több várakozási idő. Tehát a kórháznak a mozgását, a mozdulatait jobban tudja megelemezni és megtervezni egy mesterséges intelligencia, mint hogy bármilyen kórházi menedzser nekiállna ezt kézzel kitalálni. Láttatok a Nő című filmet? 13-ban Spy Johnston? Nagyon szeretem azt a filmet. Annál jobban leírni azt, hogy az Emmy az mire lesz képes, talán még nem is írta le a film. Az Ex Machina írta le most idén. Na, azt nagyjából nem szerettem, látod. De ez azért az Ex Machina azért nagyon jó példa, mert hogy az Emmy-t elkezdik fejleszteni, mindig az a kérdés, hogy ebből egy barátságos vagy nem barátságos Emmy lesz a végén. A barátságos az Emmy a mesterséges intelligencia, csak látom, Jani, hogy már picit kezdett összekavarodni a szemem. Behomályosodtunk mi ketten a Janival. Emmy. Hol vagyunk? Kik ezek az emberek? Ugye ez az Ex Machina, ez arról szól, hogy tulajdonképpen semmi más nem történik a filmen, mint hogy egy minimalista házban van egy pali, aki fejleszti a mesterséges intelligenciát, és meghív egy másik tudóst, hogy ők ketten tanulmányozzanak egy robotot, ami már emberi érzelmekkel lett felruházva. És a robot, ugye a film végén, hát most ellövöm, aki meg akarja nézni, az most egy pillanatra halkítsa le a rádiót. Egyébként ne nézd meg, mert nem egy túlságosan mozgalmas és jó való film. Zseniális film, ki ne hagyd. De tényleg? Az Emmy-ről az egyik legjobb film, hogy valaha csináltam. Fú, de untam. Na mindegy. A végén önálló életre kell, a legnagyobb közhely önálló életre kell, és a gazdája ellen fordul. Tehát ezt már James Cameron is megcsinálta. Meg rengetegen megcsinálták, hogy a végén a saját fejlesztője ellen fordul a nő, akinek személyisége van, és az egyik tudós kicsit belezúg a robotnőbe. Erről szól, ugye? Hát akkor ezért nem szeretted, nem igazán erről szól. Én végig szenvedtem. Hogy van-e lehetőség az Emmynek arra, hogyha egy emberrel kapcsolatba kerül, hogy kiusson a saját zárkájából. Így van, hát ugye a robot ki akar jutni, és a pali mint egyfajta ilyen kis csali van bedobva, hogy a tervező megnézze, hogy a robot valójában ki akar-e jutni. És hogy barátságos lesz, de hát megvan az esély annak, hogy ha már emberi kontakt van, akkor meg fogja oldani, hogy kiusson onnan, hiszen Emmy. Nálunk valószínűleg fejlettebb intelligencia lesz egy ponton túl. Na, de miért ekkora ez? Tehát itt mindenki a fegyverekről beszél, ugye, hogy a mesterséges intelligenciát elkezdik fejleszteni, és mondjuk fegyvereket gyártanak, és ezek önálló életre kellnek, akkor elindul egy ilyen mesterséges intelligenciával ellátott fegyverkezési rivalizálás. Erről szól ez a konferencia, hogy hogy lehetne ezt megállítani, hogy katonai nagyhatalmak ne tudjanak ilyet fejleszteni. Az Emmy az nem egy ilyen igen-nem fekete-fehér kategória. Tehát nem lesz egy pont, ahol bejelentik, hogy ma reggeltől van Emmy, hanem már most is vannak Emmyhez hasonló rendszerek, például az autóinkban. Meg számtalan más a Google keresőmotorjában, az Amazon, ahogy ajánlgatja a terméket, abban Emmy-szerű algoritmus van mögötte. És lesz egy pont, ahol olyan Emmy-t fejlesztünk ki, ami elkezdi magát fejleszgetni úgy, ahogy nem is értjük már, hogy mit csinál, vagy hogy mit alkot saját magából. És ez a pont, ez úgy hívják, hogy szingularitás, mert hogy mint a fekete lyuknál nem látunk bele, nem jön ki onnan fény, ebben nem tudjuk átlátni a folyamatokat, a fejlesztési irányokat, és honnan tudhatjuk azt, hogy az Emmy egy ponton túl nem fordul ellenünk azzal abból az indokból, hogy nyersanyag felhasználó források vagyunk emberekként, és feleslegesen az ő céljait befolyásoljuk. De nem tudsz beleépíteni egy olyan gátat fejlesztőként, ami azt mondja, hogy van-e egy pont, amin te nem léphetsz túl, akármilyen okos mesterséges hát intelligencia. Csak majd felülírja azt is. Pontosan erre szólnak a viták, hogy lehetne barátságos Emmyt algoritmus fejleszteni, ami az embert, az emberiséget soha nem bánthatja. De hát ahogy mi embereként is felül tudunk írni, olyan dolgokat megtanultunk régebben, aha, ha egy mesterséges intelligencia nálunk sokkal fejlettebb, az esély megvan rá, hogy okay, ő is felülírja magát. De akkor itt arról van szó, hogy az emberi hiba fogja okozni ezt a katasztrófát, ha ez bejön. Akkor, érted? Mert azt mondod, hogy lehetne olyat fejleszteni, ami a jó célokat szolgálja, mint ahogy tényleg van, hogy Jani tudjuk a pornó oldalakat nézi, tehát igen, neki, ha belép a Google-ra mindig földob egy ilyet, ugye? Így van. Na, ez szépen már mesterséges intelligencia. Köszönöm szépen a Google-nak. Na, nagyon szívesen mondaná a Google, hogy ezt nem tudod beleépíteni? Ezt, tehát, ha nem tudod beleépíteni, akkor az emberi hiba lesz.
Az EMI szakértői szerint ez csak elvi, nem lehet beleépíteni, mert hogy ezzel azt mondod, hogy ez csak egy ilyen kulcs, vagy algoritmus sor lesz a végén. Viszont ha beszélgetsz majd vele, és mondjuk egy szobában van, amit te nem látsz, hogy ő ki, vagy mi, hogy algoritmus, vagy ember, nem fog tudni megmondani, hogy ő ember, vagy robot, vagy hogy empátiát közvetít feléd, vagy érzelmei vannak, vagy etikája van, vagy elvei vannak. De kell ez nem fogod tudni. Ugye erről szólt ez az Ex Machina is, bocsánat, hogy pillanatra még visszautolok a filmre, akit érdekel, tényleg nézze meg. Ugye, hogy emberi érzelmeket kezd el táplálni a kutató iránt a robot, és a srácot ez megtéveszti, és kicsit viszonozza, és beleszeret a robotba, és ugye ezt boncolgatja tényleg, hogy mi van akkor, ha már egy robotnak, egy programnak elkezdenek érzelmei lenni. Ebből a szempontból érdekes, de hát tényleg valódi félelem ez, hogy kellettől valójában tartanunk, hogy ez 40-50 év múlva megtörténik, ami ugye nagy klasszikus, de tényleg a Terminátorban, hogy a Skynet öntudatára ébred, és az emberek ellen fordulnak a gépek. Most mindenki erről beszél, tényleg is legnagyobb koponyák mondják, hogy jaj, csak ezt ne óvjuk meg ettől a világot. Kérdés, hogy meg lehet-e? Minél hamarabb foglalkozni kell ezzel. Tehát ha elolvassuk a legjobb könyveket a témában, Nick Bostrom, bostoni kutatónak van egy Szuper Intelligencia című könyve, az zseniális. Minden forgatókönyvet végigvesz, hogy mi történhet, hogyha teljesen barátságos lesz, ha teljesen barátságtalan, és az a vége, hogy nem lövöm le a poént, az a elemzésének a vége, hogy szinte lehetetlen barátságos semmit készíteni. Azaz lehet, hogy barátságos lesz azzal, ahogyan ő kialakul, de nem vehetünk biztosak benne, hogy majd nem akar minket nyersanyag forrásként a parkoló pályára tenni, és a saját fejlesztését, fejlődését minden áron fenntartani. És akkor vagy ezt csináljuk mi is. Tehát mitől lenne egy nálunk intelligensebb lény, vagy eszköz, vagy algoritmus, mitől gondolkodna másképp, mint hogy az emberi civilizáció gondolkodik. Hogy a mi fejlődésünk mindenek felett áll. Tehát egy hangyát simán eltaposol, mert nem izgat téged, hogy most mi lesz az ő civilizációjában. Mi van, hogyha kapunk egy olyan algoritmust, amihez képest a hangyák mi vagyunk? Miért foglalkozna azzal, hogy mi jól vagyunk-e, hogy boldogok vagyunk-e, vagy élni akarunk-e, vagy sem? De ez a veszély, amit igen, látunk. Csak azért az embernek vannak, úgymond, tehát mindig van egyfajta haszonélvezője annak, hogy valakit eltaposunk, nem? Persze nyilván ez a gépeknél sem elképzelhetetlen, de van haszonélvezője. A nyersanyag, a profit, a forrás, tehát hogy valamiért valakit eltaposunk, céljaink vannak azzal. Na most kérdés, hogy ezt a gép ugye megtalálja, mert az ember az valóban olyan, mint egy vírus, megyünk, szaporodunk, föléjük, tönkretesszük, megyünk tovább, semmi más nem csináljuk, mint gyarmatosítjuk az egész világot, elhasználjuk, megyünk tovább. Egy gyorsan, rosszul szaporodó vírus az emberiség szerint. Sajnos. Tisztelete kivételnek. De hogy azért mégis cél és értelem és önző szándék van mögötte. Kérdés, hogy a gép az mit akar tesz-e mögé, mondjuk önző szándékot, önös érdeket, reményt a profitra, amit az ember mögé tesz, és ezért hódít, nem? Az EMI szakértői szerint lesz egy pont, ahol nem tudod, nem tudod azt mondani, hogy az embernek a céljai azok eredendőbbek, mint az EMI-nek a saját céljai, mert hogy annyira intelligens lesz, hogy szinte lényként kezelendő. Akkor érti meg valaki ezt, hogyha beszél egy chat robottal. Ezek beszélgető robotok, arra vannak kiképezve, hogy majdnem EMI-vel a háttérben tud velük beszélgetni, és az a feladat, hogy pár perc alatt el kell dönteni, hogy ember vagy robot. Volt egy ilyen kísérlet, ugye, valamikor, júniusban talán most, hogy összehívtak egy csomó újságírót, és leültettek 30 embert, és el kellett dönteni, hogy ki van a másik oldalon. Robot van a másik oldalon, és mesterséges intelligencia, vagy egy sima ember. És ugye a kísérlet lényeg annyi volt, hogy felruháztak személyiséggel egy robotot, és az újságírók nagy százaléka egyébként azt hitte, hogy egy másik emberrel beszélget, és kiderült, hogy nem, talán egy ukrán fiatal fiúnak a személyiségével felruházott robottal beszélgettek, és az újságírók már nem tudták eldönteni. Hogy robot, algoritmus, igen, tehát egy chat robot tulajdonképpen. Egy mesterséges intelligenciával rendelkező robotta beszélget, és azt hitték, hogy humán ember van a másik oldalon. Ez a azért az elképesztő. És a újságírók harmada elrontotta azt, hogy azt mondta rá, hogy ő ember volt, és én sorba álltam online, fél évet vártam rá, hogy beszélgetessek vele, és beszéltem vele. Beszéltél vele? Kellett egy 4 perc, mire azt mondta. Tudtam, hogy hol bukott meg. Hát ezért kellenek az igazi szakértők. Megkérdezett tőle, hogy te már gondolkodtál azon, hogy a legjobb barátomnak a feleségével kufircoljál? Nem, hazudik. Hogy indul egy ilyen beszélgetés? Leültök egymással szembe, csak nézzük, mert tényleg azért sok ember számára elérhetetlen. Kapsz egy belépési kódot valahova, és elkezdesz csetelni a másik oldalon, ugye mint utólag kiderült egy mesterséges intelligencia. Miről kezdtek el ilyenkor beszélgetni? Nem vagyok EMI szakértő, de volt egy gondolat mellettem, hogy szerintem hogy kell eljutni addig, hogy bebizonyítsam magamnak. Persze nem neki kell, magamnak kell bebizonyítani, hogy ő nem ember, nem robot. És hogy csináltad? Vagy chatrobot. Egyszerű emberi beszélgetést akartam, nem akartam azzal kezdeni, hogy egyből matematikával megyünk bele, mert azt megoldja, meg kiszámolja. Ha megkérdeztem, hogy a Titanic mikor süllyedt el, megmondta az évszámot. Tehát ami információhoz hozzáférhető. Hát azt tudja, hát az neki nem kíváncsi. És próbáltam cifrázni, hogy hát ha bele tudom vinni egy ilyen csapdába, és megkérdeztem tőle, hogy na akkor, hogyha Amy-nek van mondjuk 5 almája, és Johnnak 4-szer annyi almája van, akkor összesen nekik hány almájuk van. És azt kérdeztem, hogy most komolyan almákról akarsz beszélgetni?
Aha. Tehát, hogy azt mondanád, hogy kiszámolja is. Miért nem emberi érzelmekről? Én például én ezen indulni kell. Tehát én azt mondom, hogy kérje, írja le, hogy számára mit jelent az érzelem, mi a féltékenység, mi a szeretet, mit tenne abban a helyzetben, ha mondjuk az történne, hogy például a legjobb barátját, vagy nem tudom, a legjobb barátjának a barátnőjét látja valahol csókolózni, szól-e a barátjának. Tehát, hogy olyan emberi interakcióba hozod, amit csak ugye emberi gondolkodással lehet megoldani. Erre nem gondoltál, hogy ez ilyet kérdezél tőle? A Google-nél volt most egy tanulmány, publikáltak erről, saját emit fejlesztenek természetesen. Igen. És beszélgettek a robottal, az algoritmussal, az etikáról, hogy mi az etika, hogy mi az etikus, és annyira ki akarták hozni belőle, hogy emberi érzelmeket mondjon, hogy elkezdett káromkodni a robot, az algoritmus, hogy neki elege van ebből, és hagyják már békén ezzel a témával. Lehet ilyet, hogy én egy mesterséges intelligenciában egyébként érzelmeket táplálok, mert ugye a robotokat és az embereket azért leginkább azt különbözteti meg, hogy soha nem fog tudni egy robot úgy érezni szerintem, ahogy mi érzünk. Tehát, hogy megtaníts úgy egy robotot beszélni az érzelmekről, hogy én ne vegyem észre, hogy robot, mert azt gondolom, hogy olyan érzelmeket táplál felém, vagy irányít, vagy közvetít, amivel engem megtéveszt. Én ezen az úton indulnék. Empátiát közvetítsen. Egy például empátiát, akkor vagy érzelmet, vagy tisztában legyen szavak jelentőségével. A nőcím, fogalmak jelentőségével. Az, ami tisztában lesz. Tehát minden ilyen tisztában lesz. A kérdés az, hogy mikor hiszed el azt, hogy ez igazi érzelem, pedig hát, hogy csak meg van írva a kódjában, hogy ezt mondja. A Nő című filmben zseniális az a hogy film. Igazi szerelem van az Emmy és a főszereplő Joaquin Phoenix között? Mondjuk el, hogy miről szól. Ugye a jövőben játszódik Spike Jonze-nak a filmje, ha valaki nem látta, tényleg nézze meg, a nő. Ugye Joaquin, nem tudom, százféleképpen Joaquin Phoenix játssza a főszerepet. Arról szól, hogy bemész a boltba, és megveszel magadnak, segíts arra, rosszul mondom, ezt 2 évvel ezelőtt láttam, egy olyan mesterséges intelligenciát, aki a füledben van, és az egész életedet tulajdonképpen bonyolítja. Egy gyönyörű női hang, a Scarlett Johansson a nőnek a hangja, soha nem jelenik meg a nő, ő egy operációs rendszer tulajdonképpen. Intézi a leveleidet, válaszol, dátumokat közvetít, de közben elkezd belefolyni az életedbe, és elkezd a főszereplő érezni az operációs rendszer iránt. És a vége az a történetnek, hogy beleszeret az operációs rendszerébe. Mert hogy randizni mennek, és az operációs rendszer elhiteti vele, hogy ő is érez a tulajdonosa iránt. Ugye tulajdonképpen röviden erről szól, hát aztán, és a fülében van egy füles, és azon... Milyen kegyetlen vagy? Miért? Én azt mondom, hogy az a célja a filmnek, hogy azt mutassa be nekünk, mint nézőnek. Én most csak a történetet mondtam. Elhisszük-e, hogy az valós szerelem, pedig egy oprendszer meg egy ember között van, a hang alapján, ahogy beszélgetnek, amiről beszélgetnek, nem az, hogy megvan írva a kódjában, hogy hitesse vele, hogy ezt meg ezt érezze. Érdekes, ennyire máshogy állunk ugyanaz a... Máshogy, én most próbáljam mondani a történetet. Maga az ábrázolás az zseniális, ahogy a Pali aztán ezt önálló személyisége ruháza fel, elviszi az oprendszerét randizni, eltöltenek együtt már majdnem egy közös éjszakát, és belezúg a saját oprendszerébe, akinek csak a hangját hallod, és zseniálisan szép a hangja. Hát nagyjából erről szól, aztán utána... Abba hangban nem nehéz belezúgni. Jó, igen, nem is szinkronizálták nagyon. És van egy pont, ahol most már elmondjuk akkor a lényegét a filmnek, hogy ne hallgassa, aki meg akarja nézni, hogy megmondja neki az oprendszer, hogy most amúgy 5000 másik emberrel is ugyanígy beszélget. Tehát nem csak te vagy neki. Aha, és összeomlik a főszereplő? Nem, hanem a szingularitás történik meg, tehát tényleg az Emmy az annyira túlfejleszti magát az egekig, hogy nem is értjük már, mit csinál, és aztán eltűnik. Nagyon érdekes. A digitális világban eltűnik a... De ez a sztori, ez nap, mint a megtörténik. Itt van például a mi Lacink, a szerkesztőnk, és az ő iPhone-ja. Ugyanez a szerelem. És még hány embernek ugyanez a szerelem. Na most az, hogy mi valamilyenek vagyunk, ahhoz kell a mi múltunk, ugye? Tehát, hogy milyen érzelmi reakciókat adunk bizonyos dolgokra, ahhoz kellenek a tanult dolgok, a tapasztalatok, az az érzelmi muníció. Azt egy robot hogy fogja tudni, vagy azt egy robotba hogy táplálják bele azokat az összefüggéseket, amiket mi az érzelemről, a társas interakcióról, magunkról, a lelkünkről mondjuk megtanultunk a hozott évek alapján. Most azt gondoljuk, hogy azt lehet csinálni legfeljebb, hogy ezt mímeljük, hogy megpróbáljuk majdnem ugyanazt visszaadni, hogy az ember azt érezze a tükörben, amikor ezzel beszélget, mint hogyha valós emberre beszélgetne. Az IBM-nek van egy szuper számítógépe, amit használnak amerikai klinikákon. Azt csinálja, bejön a beteg, és ő a beteg leleteit ismerve, az összes 23 millió tanulmányt átnézve, amire orvos nem képes a világon egyértelműen, tankönyveket átolvasva, ez egy pár másodperc. Megmondja, hogy szerinte ennek a betegnek az esetében emiatt és emiatt tanulmány miatt ezt kellene csinálni, és javasol. Az orvos döntő csak javasol, de ennek a fejlesztése, az IBM Watsonnak a fejlesztése úgy zajlik, hogy beszélgetni kell vele, mert hogy nyelvet ért, angol nyelvet ért. És ahogy beszélgettek vele, volt egy sztori, hogy kutató adta neki feladatokat, hogy ezt meg kell oldani, hogy tanuljon, fejlődjön. És megoldotta, megkérdezték, hogy mi a megoldás, ő megmondta, azt mondták, hogy ez nem jó megoldás, elküldtek a fenébe.
a Watson, mondván, hogy ne vicceljetek már, ez így volt, ahogy én mondtam. Nem mondod komolyan. És ki kellett venni belőle memória részeket, hogy ezt ne káromkodjon már, meg adják egy cégnek, hogy ne káromkodjon előtte. Elképte. Azért van ez. Legokosabb számítógépettek. Igen, menjetek már fenébe, hát csak jobban tudom, azért, amikor hogy odaszól nekem a mesterséges intelligencia. Azért volt ez, mert hogy a szlenget úgy vette fel, úgy értette meg, mint ez fontos rész az emberi kommunikáció. Tehát hogyan a szlenggel mondják, hogy jobban megértik, hogy ez így nem jó és nem úgy van, mint azt mondja, hogy ez így nem így van. És amúgy igaza volt, mert jobban megértették, csak hát a szlenget ne használj már fel egy ilyen üzleti kommunikációban. Ugye, és ezt önmagától tanulta már meg a szlenget? Nem, ezt egy takarító, egy hárlemi takarító. Fazer, tessem, mi van, mi a pályát, csicsa. De a világ fejlődésének lényege nem pont az, hogy nem tudjuk megóvni saját magunkat, ahogy az elmúlt 1000 évben soha nem tudtuk megóvni saját magunkat önmagunktól. Tehát, hogy tudnánk megóvni most, ha nem tudtuk megóvni a második világháború végén, ha nem tudtuk megoldani, hogy ne dobjunk 2 atombombát tulajdonképpen a saját fejünkre, mert hogy a saját fejünkre dobtuk, annak ellenére, hogy az ellenségre dobtuk. Az elmúlt 50 évet nézed, most már tulajdonképpen a kettő ugye nem nagyon különbözik. Pont ez a lényeg, hogy nincs visszaút, ez a fejlődés, ez effektíve megállíthatatlan. Lassítani lehet, befolyásolni lehet, de megállítani vagy visszafordítani szerintem reménytelen, nem? Ez egy szélmalomharc, amit vívnak, pedig nagy koponyák nyilván. Te hogy látod ezt? Én azt látom, hogy igazad van, tehát hogy nem, emit lehet visszafogni. Így van. Pont így, csak nincs értelme. Ha sokkal jobban megszervezi a gazdaságunkat, az egészségügyünket, az életünket, az szerintem szuper előny, de hogyha elveszítjük ezzel azt, amik vagyunk, az emberségünket, az emberi kapcsolatokat, empátiát, akkor az egészen semmi értelme nincsen. Tehát én azt evangelizálom, hogy a technológiai fejlődés megállítani úgysem lehet, hanem nekünk kell ehhez valahogy adjusztálódnunk hozzá, kötődünk ehhez fajta, ez a fejlődés irányhoz, azzal, hogy felveszük a kesztyűt. Hát ha ragaszkodunk ehhez, hogy ez az igazi fejlődés, tehát hogy a tudományos fejlődésben van az emberiség jövője, és nem pedig valami egészen másban. Balázs szokta mondani egyébként pont a spirituális fejlődést. És hogyha mondjuk az emberi történelmet nézzük, akkor, és azt nézzük, hogy mikor volt utoljára élhető ez a bolygó, akkor az a tudományos kutatásokat kapcsolódik meg a technikai forradalomhoz, hanem a sokkal korábbi évszázadokhoz, amikor még sehol nem voltak ezek a kütyük. Mert akkor még fenntartható volt a bolygó. Az emberek. Tehát, hogy én értem ezt a modern tudomány elleni... Talán nem véletlenül haltak meg azok az emberek. Talán nem véletlenül haltak meg azok az emberek. Aki nekem azt mondta valahogy is, hogy a modern orvoslás az nem tudott semmit felnyújtani, annak azt mondom, hogy éltünk 30 évig, 100 év vagy 200 éve, most élünk 70-80 évig. És most nézd meg, hogy hol telt ez a bolygó, meg hogy hány ember lakik rajta. Ez nem a modern tudománynak a hibája vagy feladata, hanem annak, hogy nem tudtunk ez alkalmazkodni. Tehát van egy fejlődés irány, ami a világot meg tudná reformálni alapjaiban, hogy jobb életet élhessünk, és nem vagyunk erre készen. És nem úgy élünk, ahogy lehetne élni, nem is értjük ezt a fejlődés irányt, és egyszerűen nem tudunk a mi fejlődésünket, nem tudjuk ehhez igazítani. Tehát szerintem egy feladatunk van, ha nem tudjuk magunkat, nem tudjuk a kesztyűt felvenni egy egyéni emberként a saját világunkban, munkánkban, életünkben, akkor az algoritmus, a robot egy csetintése fog leváltani minket. És le tud váltani minket egy algoritmus, mert jobb és egyszerűbb, vagy gyorsabb munkát végez, mint mi, akkor váltson is le. Én ezt a teret adom az emberiségre, hogy tessék felvenni a kesztyűt, fejleszteni magunkat, szellemileg, spirituálisan, fizikailag, egészségileg, ahogyan csak lehet, hogy mire arra kerül a sor, hogy az algoritmus vagy robot jobb-e, mint én, na azért döntsük el, lássuk meg. Én felveszem a kesztyűt. A Mars a következő célpont. Tehát az, amit ha megnézitek, hogy ők a Teslánál milyen rakétát csinálnak, hogyha valakit érdekel az ő kutatás, az valami álom, amit ők majdnem már megvalósítottak, hogy egy rakéta visszaszáll egy leszálló egységhez, tehát mint egy science fiction filmben is újra lehet használni, nem költeni rá újra a millió és milliárd dollárokat. Tehát ez egy pont, ahol tényleg a Marsra tudunk elvinni legalább kolóniákat, és felfedezni azt, mert hogy ez az alap sajátság az emberiségnek, hogy mi nem megmaradunk egy helyben, és akkor ott nem túlnépesedünk, hanem csak tartjuk a kis falunkat, hanem megyünk tovább, felfedezünk, fejlesztünk, és a technológia, most pont ott járunk, abban a ilyen átváltási pont előtt járunk, hogy a technológia most átverti a kormányt a kezünkből, de hát ne hagyjuk. De ez nem az a megoldás, hogy a technológiát lezárjuk, hogy akkor ne vegye át, hanem hagyj fejlődjön, csak megtartjuk a kormány magunknál, és ez nekünk is fejlődni kell hozzá. Evolúciósan nem tudunk olyan gyorsan fejlődni ennyi dolgot, mint ahogy ők tudnak, mert ugye teljesen más a biológia, meg a technológia, de tudunk igazodni úgy hozzá, hogy azért, ha mondom, le akar minket cserélni egy algoritmus, azért küzdjön meg velünk. Hogy ez dologban biztos lehet, Jani, ott lesz annál a konnektornál, ami a mesterséges intelligenciát. Mindig legyen egy hálózati csatlakozó.
Egy ilyen óra mennyibe kerül? Csak, hogy mondjuk a gyereket fel akarom tenni, hogy mikor ébredjen, mikor feküdjön le, mert például... $100 körül van. $100 körül van, ugye? Hát most ez nem áll túl jól. Vagy 30? Nem, most ilyen 280 körül van a dollár, talán nem, 28 000 plusz-minusz kicsi. És a gyerekre is felteszem, és megmondja, hogy körülbelül mikor feküdjön le a gyerek például, és mikor keltsen föl, és mert nagyon sokat van fönt a Benni, föl kell pisilni, szomjas, tehát nem eseménymentesek az éjszakák, finoman szóval, hogy mikor jó aludni, mennyit aludjon, mikor keltsen fel. Nemrég írtam cikket arról, hogy a gyerekeknek az egészségében, most jönnek olyan meg újszülöttek egészségében, eszközök jönnek ki, amikkel azt segítjük a szülőnek, hogy minden infója meg legyen a gyerekről. Tehát, hogy például felrakja a bokájára egy ilyen kis nagyon kényelmes plüss tapaszt, egy ilyen kis plüss bokaszorítót, és ő a telefonján látja, hogy milyen pulzusa van, ha mondjuk éjszaka, van ugye ez a hirtelen halál szindróma gyerekeknél, azonnal látja, azonnal jelzi. Tehát nem azon múlik egy ilyen katasztrófa eset, hogy vagy szerencsénk volt, vagy nem, hanem élőben látom minden infót, ami a gyerekhez szükséges. Tehát nem kell egy ilyen okos orrat venni a gyereknek, ezt mondom ezzel, hanem vannak olyan nagyon kis kényelmes, játékos plüss eszközök, például csuklószorító is, amit felvesz, hord magán, és az amúgy a napi aktivitását méri, éjszaka az alvás minőségét. Ez nem alakít ki egyfajta függőséget olyat, mint amilyen mondjuk az ember és a telefonja között kialakul, nincsen állod a kütyű, nem érted meg ma, stb. Már elkezdesz izgulni, már elkezdesz azon stresszelni, hogy nincsenek meg a friss adatok? Őszinte leszek, biztos, hogy kialakít. Azért, mert hogy az eszközök még nagyok és rosszak. Nekem kell foglalkozni velük, de nem ilyen lesz, hanem majd lesz rajtam egy ilyen vékony tapaszt, nem is tudom, hogy rajtam van, és amikor valamivel foglalkoznom kell, akkor rám szól. Viszont a hosszú távú eredménye az, hogy én az aktivitás, tehát a napi aktivitás követőimet nem hordom már, de hogyha mondjuk reptéren választanom kell a 50-es lépcső meg a mozgó lépcsőket, én a lépcsőt fogom választani, mert amúgy tudom, hogy amikor többet lépek, hiába nem mérem, nem számolom, sokkal jobban dolgozom, jobban alszom, másnap jobban tudok teljesíteni. Tehát egy ponton túl kialakítja a hozzá szokást, ahhoz a jó szokáshoz, de ahhoz kell a motiváció, addig is nekem például ez a technológia hozzá. Na, Bruce Lee is mindig azt mondta, hogy ha teheted, menjél inkább gyalog, és például a BKV, vagy a BKK ebben a szellemiségben dolgozik szintén. Szállj fel egy trollira, vagy menjél gyalog. Vegyél béletet, és menjél gyalog. Vegyél béletet, és told meg a trollit. A BKK ezt a szellemiséget vallja. Figyelj, ez nagyjából mikor lesz? Például visszatérünk egy pillanatra a mesterséges intelligenciára. Ugye hajlamosak vagyunk legyinteni, csak mindegy évszámot, hogy körülbelül. Tehát azok, amiket a filmek már most megjelentenek, tényleg a nő, vagy az Ex Machina, vagy nagyon sok film, mikor válik ez realitássá szerinted, vagy hány év múlva lehet ez realitás? Amikről eszközökről beszéltünk, az már van. Uh-huh. Az bárki elérheti. Az értelemszerűen, okay. Igen. Az EMI-szerű algoritmusok már vannak. Autóban, keresőmotorban és így tovább. Csak nem nagyon érezzük azt, hogy velük vagyunk kapcsolatban. Az, amikor már úgy tudsz beszélgetni egy ilyen chatrobottal, chatbottal, hogy hiába tudod, hogy az amúgy nem ember, de nem tudod magad meggyőzni, hogy amúgy nem annak gondolnád, hogyha nem tudnád egyértelműen, az évekkel belül. Tehát a Turing-teszt, ami ennek a nagy, az EMI-nek a küszöbb értéke, a Turing-tesztet egy chatbot valószínűleg éveken belül meg fogja tudni lépni. Tehát amikor nem tudjuk megmondani egy ilyen csapat, nem tudjuk megmondani, hogy a szoba mögött lévő ember vagy algoritmus az most melyik a beszélgetés alapján. Hogy igazi EMI-vel foglalkozzunk, vagy dolgozhassunk, az mondjuk azt mondják rá, hogy 5, de inkább 10 év feletti. Tehát mondjuk a 20-as évek közepétől már szinte biztos, hogy lesz egy ilyen. Ray Kurzweil, a jövőkutató azt mondja mindig, hogy 2030-tól már lesz olyan számítógép, ami egy embernek az agyi kapacitását simán tudja visszaadni, és tehát gondolkodásban. 40-re lesz, amikor a teljes emberiségét visszaadja egy laptop vagy számítógép, és kb. 45-re mondja azt, amikor nem tudjuk, hogy mi lesz. Tehát, hogy olyan emi fejlődés lesz előttünk, amit nem fogunk érteni, az a szingularitásnak a pontja. Legyünk kicsit szkeptikusabbak, mert a fejlődés mindig gátakkal van teli. Itt etikai aggályok is vannak, tehát mondjuk biztos vagyok benne, hogy 20-30 éven belül oprendszerünk lesz otthon, ami a legtöbb gondomat meg fogja oldani. És beszélgetni tudok majd vele, és tanulni tőle, és ő is tőlem. Amiről a Nő című film szól, és amiről már beszéltünk, nem ismételve önmagunkat. A sok elmagányosodott ember pedig egyszer csak társat kezd majd látni az oprendszerben. Erről szól. Ott találtok a haverjaimmal a kocsmába a fröccs mellett, mikor ez a világ eljön. Ott leszek a barátaimmal. És mi isszuk a fröccsöt, amíg te beszélgetsz az oprendszerben. Csak lehet, hogy az EMI az majd a egészségbiztosításodat fogja feljebb vinni azért, mert tudja az, hogy alkoholista. Nem baj. A rossz életmód az luxus lesz. Azt te meg beszélges az oprendszerrel. Érdekes világ felé megyünk azért, erről mindenféleképpen kell beszélni. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Ha van újítás, már pedig állandóan van, akkor újra szeretettel várunk. Köszi, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Meskó Bertalannal beszélgettünk. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak. De nem múlhat el reggel Morning Show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Hangyás vagyok. Oh! Atya, úristen, szörnyű kalandban vagyok tegnap óta, és ezt meg kell, hogy osszam veletek.
csőtvítő tanácsot kell, hogy tudtam, de mit is jelent ez? Viszketek, hangyás vagyok. Ugye, aki családi házban lakik, vagy éppen nem családi házban, az tudja, hogy mi történik, amikor felbukkan egy hangya, és ez az egész történet milyen törzsfejlődésen megy keresztül. Meglátsz egy darab hangyát a lakásban, örülsz neki, megszeretgeted, odahívod a gyereket, mielőtt elmegy a hangya. Így a poharat teszel rá, aláraksz egy kis papírt, és mutogatod a gyereknek a hangyát. Majd amikor elmondja a gyerek, hogy ettől nem fél, szeretni kipróbálni, ráteszed a kezére, futkározik rajta, nagyokat nevettek, jó, de jó, és zajlik hogy a délután. Csikiz. Hogy csikiz, de aranyos, hol van, jaj, ott van, hú, de jó. Hangya eltűnik. Jó van, mondom, volt egy hangyánk, nem öltük meg, semmi baj. Így erre vizetben. Bemegyek. Úgy nem annyira folytod. Bemegyek a mosdóba, látom a csapon, kettő darab hangya kolbászol. Na, hopp. Nem volt már akkora az öröm, mint az elején, de mondom, milyen helyesek, hát ők itt ketten vannak, nincs ezzel baj, mondom, jó, gyere Beni, nézd, mondom, két hangya, gyerek, megint be, jó, de jó, vannak hangyai, ó, mondom, nagyon jó. Oké, nincs ezzel baj. Konyhapult. Megyek, vízforraló, és eltelik egy óra, tudod, amikor még nem esik le, hogy mi történik, csak úgy szépen különböző stádiumokban szembesülsz azzal, hogy a természet utat tör magának, és megérkezik. Konyhapult, vízforraló, 4-5 hangya. Már nem vagy boldog. Már nem mondod, hogy gyere Beni. Már nem szólsz a gyereknek, nem tudod, hogy egyenként agyon vágd el őket, és a kis tetemeket kiragdod, hogy lássa a többi, hogy itt halállal jár. De nincsen baj, még a 4-et is megfogod, mintha ennek lenne bármi értelme. 4 pohár, 4 papír lett, bárcsak 3-a vagytok. Megfogod, kicsit összeimod, kirakod. Nincs ezzel baj. 10 perc múlva, és ebben most már tényleg semmi túlzás nincs. A vízforraló, cukor, só kirakva, 35 darab. De egy pillanat alatt a konyhapulton. Nem lehet, hogy 36 volt? Megszámolt a 35. De igen, most lepörgettem újra. De hogy nem hiszed el. Mit csinálsz? 36 darab hangyával, semmit nem tudsz csinálni, mert nincs ott a hangyaírtó. Elkezded megnézni az útvonalat, hogy honnan jönnek, hová mennek. Fogtam a telefonomat, elemlámpa, rányom, és elemlámpával elkezdtem világítani az ösvényt, hogy merre mennek. Visszakövettem a hadi ösvényt, és megtaláltam a bejáratot. Találtak valami kicsi lyukat, és nyilván ők valahogy szag alapján azonnal megtudják, hogy mit kell ellepni. És láttad, hogy viszik a kocka cukor darabokat? Várjál, elvittek mindent. Vikit kérdezem, mit kell ilyenkor csinálni? Mondja a Viki, hogy só, attól félnek. Nagy baj, nem lehet. Fogom a sót, és szépen az útvonalakat szépen besózom. Várok 5 percet, visszamegyek. Azt látom, hogy röhögnek a pofámba, és viszik a só. Viszik a darabokat. Mondom, ez nagyon jó. Hát ez fantasztikus ötlet volt. Nincs ezzel baj. Mondja a Viki, oké, megnézem. Fokhagyma. Mondom, most kaptok, rohadékok. Ide idegeneknek tilos a bejárás. Fokhagyma, kicsi apró szeletekre. Beszórom szépen, megtalálom a végpontot, ahova érkeznek, hogy miért a vízforraló környékére mentek a konyhapultra, nem tudom, a szemetes például nem tálták meg, vagy a mosogatót. Berakom az elejére, apró kicsire összevágott fokhagyma. Mondom, Beni, nézd, nem sokára nem lesz itt egy hangya se. Elmegyek, teszek, ezek 10 perc múlva eszembe jut az invázió, végig mennek a kövön alul, visszamegyek, viszik a fokhagymát. Mintha a szemük se. Cipelik a fokhagymát. Mondom, miért nem rohadtok meg? Cipelik a fokhagymát. Beni persze baromi jól szórakozik, kergeti őket, nézi. Nézd apa ott is, nézd apa itt is. Tessék. Új barátok és még több. Új barátok, nem fél a hangyától, a mosdóban, a szekrénynél, alul, mindenhol. És egyszerűen már látod, tudod magad előtt, ahogy a következő pillanatban az egész lakás tele van. Én nem tudom, ők hogy kommunikálnak. Szagokkal, telepátiával, de honnan tudja egy, hogy kell szólni a többinek. Hogy lesz ott 3 percen belül 4000 darab hangya, azt nem tudod. Csíkot húz a hangya, nem? Valami szag alapján mennek. Ja, igen. Az a csíka, de ilyen szagnyomot hagy. Nem, szagnyomot hagy egyébként. De azt Viki nem mondta, hogy a fokhagymát be kell dugni abba a részbe, ahol bejönnek a lakásba. Én azt hittem, hogy ezt csak ki tudod, így beszórod, mondom, nézd, hogy szalad a gyáva, hogy fut. Egy perc alatt egy gramnyi só, és egy úgy vitték el a fokhagymát, mintha nem lennének szaglószer. Semmi bajuk nem volt a fokhagymával. Hívom a szomszédot, mondom, figyelj, van nálad hangyaírtó? Ugye, ha hülye vagy, kinél van? Van nátok ott hangyaírtó? Nincs. Van? Nálam sincs. Nincs. De hangya sincs, ez minek legyen írtó? Hát nálad sem volt hangya, eddig nem volt írtó. Mondja, oké, légfrissítő, adj neki. Igen, és előtte gyújts meg egy gyufát, és fújj át azon. Szaladgálok, megkeresem.
az összesükbe, ahova lehet, az összes, az szegény, ott már sajnáltam őket, mert az a karmikus gyilkosság teteje, mikor befújod őket. Olyan szag volt a lakásba, befújtam, tehát amilyen rózsás légfrissítő. És mint amikor a gásprével, az elejétől a végéig, a bútort megfogja egyébként, a konyha bútort, a légfrissítő? Nem fogja meg a fát? Nini. Szétfújtam őket, most jelen pillanatban itt tartok, abban ott elpusztultak néhányan, tehát nem tett jót annyira. Most kíváncsiak, hogy mi van otthon. Hogy jön-e a most jön a következő. Légfrissítő. Hogy még ki ott? Tessék? Hogy még ki laktok-e ott? Vagy már átvették. Rohadt nagy hangyaboly lett az egész. Hát figyelj, más nem segíthet. Be kell kapcsolni a tévét és megkeresni a házi bulit Attilával. Vagy a fási. Az mindenkit kikészít. Hát vagy a másik variáció, hogy tényleg fel kell hívni egy nyíregyházi állatkertet és kérni egy hangyászt. De tényleg ilyenkor mit csinálsz? Kijön egy hangyaid, igen, kapsz egy hangyásűn. Tehát hova tűnnek ilyenkor egyáltalán, ha eltűnnek? Ők megérzik, hogy ott befújtak légfrissítővel és elmennek? Mi történik? Már keresik a másik lukat. Így van. Vagy nagyon bejön nekik és szólnak a többieknek, hogy mangós, gyertek ti is. Ők ebbe kicsit beleragadtak egyébként. Figyelj, az interneten nem hiszed el, hogy a só, a fokhagyma, a sütőpor, a szódabikarbona olyanokat írnak, hogy mivel lehet hangyát riogatni. Minden. Én nem tudom, hogy a szódabikarbonától egyébként miért félnek. A fokhagymát és a sót olyan vidáman hordták el, hallani nem akartak arról, hogy ettől meg kell ijedni. Vagy sok hangya, vagy egy hangyász. Választhatok. Marha nagy lenne, ott mászkál, igen, ott mászkál a lakásba. Időnként kinyújtanák is 30 centis nyelvét, benyalna ide, kinyalna a citrom, onnan. Mindent írnak, de tényleg, mindent. Jó, mi van még otthon, amit ki tudsz próbálni? Hogy mit tudok még? Igen, tehát a sütőpor, Van szódabikarbon a sütőpor, minden van otthon. Hát akkor ez legyen küldetés. Ma szépen órákra beosztod magad, hogy hazaérsz. Őrség, hagyja őrséget állítani. Igen, 11-kor sütőpor próba. Ha elviszik, akkor jöhet délben a mit tudom én, a citrom. Valószínűleg azért mentek a vízforraló környékére, mert hogy ott méz, meg ott tartunk egy csomó mindent, és ugye baromi jól. Az nekik csak jacuzzi. Hát a mézes üvegen ott nagyon, nagyon vidáman tanyáztak. És tudod, amikor így leköveted őket, és kinyitod a spejzt, és látod, hogy jé, de minden. Már mennek a kenyére, már. Egyszerűen átveszik a hatalmat. Azt érzed, hogy a saját lakásodban egy pillanatra vendég vagy. Megjöttek, arcodba rögnek, akkor kinyitod a spejzautót, kicsit megmerevednek, rád néznek, és utána teszik tovább a dolgukat, adják a morzsákat, viszik, szállítják, nem érdekli őket. És elhordják a vagyont. A következő a tévétek lesz, nagyon vigyázz. Tényleg, mi lesz, hogy az egyik beül a garázsba, beszáll a kocsiba, és kiáll vele? Érted? Mit kell még eltűrnöm? És akkor szólok az utcának, hogy nálam hangya van, és akkor kiírtják az egész utcát, vagy mi történik? Vagy csak kijön egy hangyaírtó, befújja és elmegy? Szerintem ne szólj nekik, legyen meglepetés. Vagy vigyél látva. Megtalálom a poét, és átteszem a szomszédhoz. Most ezen dolgozom, hogy a forrást akarom megtalálni, és az egész kupacot kiásni, és áttenni hozzá, mert ő most egy hétre elutazott. Ha egy talicska cukrot áttolsz mondjuk a szomszéd, hogy átdobálsz. Azt akarom, csak oda akarom csalni őket, mert egy csomó minden nem beszél. A bojtól elindulsz, és így szépen szórod le a cukrot, át a szomszédba, és akkor elmennek, oda egy kilót leteszel. Ja, de nem jó, mert hozzád fogják visszahordani. Nem jó, a boját ültetés a jó. Meg kell találni a bojt. És át kell tenni az egészet. Volt olyan, hogy te gyerekkorodban vidéken kiástál egy vörös hangyabolyt, bojt, és dobálóztatok bele? Volt, hogy az egyik orrunkat így befogtuk, a másikba tettünk egy szívószálat, és azt bedugtuk a hangyabolyba, és így fölszívtuk őket. Az ennél tudod? Sokkal jobb, hogy mind a két orrunkatba teszel egy szívószálat, az egyiket bemennek, a másikon kijönnek. Igen, nagyon jó. Valamikor viszonylag sokáig tart, mert elkalandoznak be. A légüres térben. Gondoltam tényleg, hogy csinálok egy olyat, hogy légfrissítő, öngyújtó, tudod, és akkor ott végig, de hogy nem akartam ölni, tehát még... Meg a lakás fölgyújtani azért. Az meg a igen, másik, meg képeket adni Beninek, hogy miért múlassa az időt, amikor nem vagy otthon. Apa! Ez nagyon jó bulatság. Apa, éljenest megint! Kis piros szalagot fölkötöd a fejedre, ez az én arcod. Igen, azonnal végigmegyek. De szemtelenek, tényleg. Yes. Mi van, ha azt csinálom, hogy a lakás előtt, igen, a bejáratnál sátoroztok le, és nem mentek be többe. Kiköltözünk. Nem, ha lakás előtt egy elterelő hadművelettel megpróbálom őket máshova csalni. Amit te is mondasz. Aha. Tehát veszek egy doboz, mit tudom én, babapiskót, tehát egy kiló kenyeret, és a küszöbtől elindulva kifelé átcsalom őket a szomszédhoz. Össze lehet őket zavarni? Vagy a mézes kalács darabokat szórok le nekik, hogy a másik irányba menjenek. Kirakok egy táblát, szomszéd arra, ott kánoám a gyerekek, tessék arra menni. És nyitok egy alagutat nekik a kerítés. Tudod alatt. Te biztosan, hogy mit szeret a hangya 100%-ra? A légfrissítővel bajok voltak, utána tehát egy kicsit megritkult a sereg. Tehát úgy érzem, most egy csatát megnyertem. Jó, de ott kezdődik, hogy mit szorsz le a szomszédig. Hát mi az, amit szeret? Hangyatojásokat.
hangyatojásokat? Hangyatojások, a hangyát, igazából csak a hangyatojás érdekli meg a bojnak a sorsa. Honnan ismerem én meg a hangyatojást? Nem, sose láttam. Hogy néz ki egy hangyatojás? Kicsi tojás és a feltöröd, akkor... Olyan, mint a főtrizs. Nagyon hasonlít a főtrizsre. Mindegyik hangyát kasztrálom. Azt mondom, velem lehet szórakozni, de soha többet nem. Nem szaporodtok. A boly, a tojások, a királynő. Ott így van egy királynő valahol? Persze. Így van. Azt hogy kell megtalálnom? A házad alatt. Hívj fel a Fási Ádámot, őszintén, hogy párszor elkapta a királynő. Szia Ádám, ne haragudj, csak tudom, hogy te jó vagy királynő keresésben. Rohadt sok hangya van a házamban. Eljönnél megtalálni a királynőt, mert a Jani azt mondta, hogy a királynő megvan, akkor megvan mi. Mit szólna? Biztos elküldene a felé. Te vagy a legnagyobb királynő vadász, Ádám. Értelmes szót. Mondjuk ez is igaz, összefüggő mondatokat keveset hal. És ha a királynőt költözteted, akkor költözik az egész boly. Tehát nem kell neked a bolya, a királynőt szedd elő a bolyból, azt vidd át a szomszédba. Igen, azt kell megtenni. Van még más kérdésem is. Honnan tudom, hogy melyik a barátságos hangya, melyik a vérhangya? Melyik, ami csíp, melyik, ami nem csíp? Érted, rátettem a gyerekre egy 10-15-öt, ott szaladgáltak rajta, nagyokat nevetett. Honnan tudom, hogy nem valami afrikai faj telepedett oda? Érted, te megismered a hangyákat? Te tudod, hogy ez a vérhangya, ez a vörös hangya, ez a csíp? Mondjuk te biztos, nem Feri? Mi vidéken egészen jól állunk. Ti ott vidéken volt ilyen hangya határozottok, hogy kimentetek a mezőre, és akkor ott valaki elmagyarázta, hogy melyik hangya milyen? Nem kell, volt hangya határozó. Anyám csecsből szívtuk a hangyákkal a tudást magunkba. Igen? Igen. Amelyik például... Tehát nem volt, hogy a mező hangyabolyba feküdtetek, és akkor aki előbb felállt, az vesztett? De ez egy nagyon ősi népi játék, Kígyóson és környékén, de úgy a legjobb, hogy letolt nadrággal bele a hangyabolyba, beleülsz. Tudod, és az igazán aki, bátor, aki előbb feláll, jó helyre teszed, és ráhúzod a bőr. Mit akar, ad egy hangya hangot? Vagy egy csip, és akkor elcsalom őket? Vagy a királynő ad hangot? El tudom én őket csalni, mintha én eljátszanám a királynőt? Hogy játszasz királynőt? Hát, amit csinál a királynő. Hát a Gyula tudna akkor... szerezni olyan műszert, ami hallja a hangya hangot is, tehát hogy ezt meg lehet vele beszélni, de szerintem meg kell keresned a természetes ellenségét, és azokkal betelepíteni. Ebben az a veszély van meg, hogy adott esetben azoknak a természetes ellenségét is majd meg kell keresned, akiknek a természetes ellenségét megkeresed. Igen, és egy komplet állatkertet kell berakni. A hangyát kinyírja a vakon, tehát ha vakondot telepít. Na nem, hát az... Nem nyírja? Huha! Szerintem kinyírja. Ha vakond is megjelenik, akkor már tényleg akkor írjátok be, hogy déli fekvésű. De várj, a hangyát, jó, amit a Feri mond, a hangyát kinyírja a vakond. Betelepítek vakondot. A vakondot megtalálja a gólya? Gólya rámegy a vakondra? Nem, a vakondot kinyírja a közművesítés. Valaki csak megeszik egy vakondot, nem mondjátok, hogy a vakond csúcsragadozó. A kutya. Nem eszi? Hát egy jó vakondokos kutya. Semmilyen állat nem eszik vakond. Hát akkor valami a vakond csúcsragadozó. Valami kotorékebet kell keresned, aki meg tudja keresni a vakondot. A kotorékebet viszont mi eszi meg? Hát azt inkább semmi, az állatok nem annyira örülnek neki. Annak nem mondjuk a vaddisznó, igen, de a vaddisznó meg majd összetúrja a kertet. Hát meg aztán besétál valami vadász, és elkezd lövöldözni a kertet, mert itt láttuk a vaddisznót, erre elkezdett lövöldözni. Jó, egy utolsó kérdés. Hogy néz ki a királynő? Én ma hazamegyek, megtalálom. Mit keresek? Korona van a fején. Furán áll rajta a korona, igazgatja össze-vissza. És ott áll mellette Fási Ádám? Így van, és valaki szembe vele egy asztalnál kacsingat. Egy izzadó zsűri nagyon kacsingat, törölgeti a homlokát, és igen, és nagyon duci. Azt írják a hallgatók is, hogy fáraó hangyád van. A legveszélyesebb a fáraó hangja. Hát akkor valahol vannak piramisok a föld alatt. Ott kell lenniük valahol a közelben. Én megkeresném a szarkofágot, megkeresném a belső sírkamrát. Nem akarok sírabló lenni. Így van, csak valaki hozzá nekem a királynőt. Nagyobb, testesebb, és parancsokat osztogat, innen veszem észre? Nagyobb, így van. Igen? Nagyobb. Fekszik, alszik, mit csinál? Na, ne, hát bármerre megy, mindig ilyen sűrűk rajokban követik a hímhanyák, és szagolgatják a sejhaját. Innen ezt mondjuk megismerem. Ezt mondjuk megismerem. Elveszem onnan, és beülök én a helyére. Holnap, ha nem jövök, a föld alatt vagyok. Meg kell találnod a királynőt, így van, és át kell vinned török Bálint. A hajduhoz? Vagy hova? Nagy kaland ez, higgyetek el. Most nem tudom, mi van. Két dolog lehetséges. Vagy bosszút állnak, és az egész lakást ellepik, vagy a légfrissítőt nem szeretik annyira, és rájöttek, hogy ezzel az emberrel nem szabad szórakozni, és átmentek a szomszédhoz. Hát, vagy kis fel vagyok rá készülve, tessék? Minden sarkon. Nem, csak azt a nyomvonalat, ahol fújtál már. Csak bejöttek másik sarkon, nyugodj le. Tehát hazamész, és ott nézik a tévédet, a chipset zacskótból dobálják szét a chipset, már igen, ők élnek a házakban. Kettő felvette a ruhámat, egy játszik a gitáron, és igen, egy meg befeküdt a Benny ágyába. Hát meg félned kell egy picit szerintem a genetikai mutációktól.
Mert hogy lehet, hogy immunisá válnak. Az egy, kettő, hárman belepusztulnak a mangós légfrissítőbe. De a utána a pisztáciás volt. Na, tessék. Úristen, milyen szag lehet már a balalakázra. De hogy lehet, hogy a következő generáció már fel lesz vérteződve. Ugye az SMS-ekből is kiderült, tehát nincs ember, aki még ne harcolt volna velük. De ez egy harc. Ugye? Egy az sokáig tartó, lehet, hogy soha el nem múló, csak éppen az adott pillanatban csatát nyerő harc. Mindenki de tudja a háborúnak nincs vége. Mindenki tudja nagyjából a tutit, mert hogy van, hogy ez a harc néha mondjuk egy ilyen tűzszünetbe torkolik, és annak mondjuk az az oka, hogy felhasználta a különböző eszközöket. Ezt meg is írják a kedves hallgatók, és nekem vannak köztük olyanok, amik nagyon-nagyon szimpatikusak, például tudnám ajánlani, és ezt szerintem mindenképpen próbált ki, hogy ecetet locsol szét a lakásban. Az nagyon de hogy minden szinten kell lenni, és lehetőleg a padlószőnyegre. Az csak oda. De mi van, ha csak oda öntöm? És akkor azonnal az jobban beszél, mert a körül ugye elviszed, fölmosod. De 12%-os. Hallan nem valami durvább. 20-assal? Igazi jó kis háztartási érzés. Most egyébként 875-623 a sütőpor szóda bikorbóna. Igen, őrületes hangja. Készülj fel, mire hazaérsz, háromszor annyi hangyád lesz, ugyanis ilyenkor megérkeznek a rokonok a tegnapi áldozatok temetésére. Tényleg a virrasztásra jönnek. Gázperzselő, azt nem bírják. Egyébként azt gondolom, talán kicsit drasztikus, de hogyha már nincsen, és végig fújjad őket. Kicsit az a fal, kicsit a kő. És azt tudok is neked adni, mert mi vidéken, tudod, de ez nálunk arra való, hogy egyrészt diszmóperzselj, másrészt meg kristalját azzal melegítjük. Egy jó propánbután palaszkra ráközve, beralkod a Benének az egyik kis traktorába, vagy dömperébe, oda hátra, mész a lakásban, és körbe, és mindent. Mindent lenyomad. És olyan leszek, mint Vázquez a bolygó neve halálban, amikor kiabál neki, tehát írtsuk ki őket, Vázquez, és na, a Beni is kap egy kis gázperzselőt, nem? És megyünk kettek. Fölrakjuk a szemüveget, ő is felrakja, adjunk neki család. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.